Ági Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Módja van a turisták lehúzásának. Ez Magyarországon megy, hogy ez egy magyar ötlete, azt nem tudom. Minden esetre az ötlet szenzációs, ami arról szól, hogy vannak ezek az elég furcsa, ilyen pantomimes lények, ugye azt, hogy Magyarországon most engedik-e, vagy területfoglalási kell, hogy legyen, vagy nem, azt nem tudom, de ha jársz Barcelonában, Amsterdamban, Münchenben, a festői Münchenben, ott is voltam, de a festői, festői Münchenben is. Ugye közterületeken állnak az úgynevezett ilyen pantomimesek, és hát vagy fekszenek, vagy mozdulatlanul csinálnak valamit, néha ijeszgetik a járókelőket, és utána kalapoznak. Ez ugye egy bevett szokás. Ennek a legdurvább verziója az volt, amikor láttam egy olyan installációt, hogy a pali a levegőben feküdt, és valahogy lógott lefelé a lába, de ő feküdt. Ezt talán Madridban láttam. És nem tudtuk, hogy mi alapján rögzítették oda, mert nem volt semmi. És úgy nézett ki, mintha a levegőben feküdt volna, szenzációs volt. És valahogy be tudtál menni alá, meg körbejárni, de nem jöttél rá, hogy ő hogy van oda rögzítve. Brutálisan sok pénzt keresett neki, nyilván hajnalban arra az emelvényre valahogy fel kellett mászni. Ugye ez mitől maradt a levegőben, az teljesen érthetetlen volt egyébként. És rendesen alatta... Rendesen alatta átmentek a turisták, de valahogy az egyik lába lelógott, ami leért a földre, aha, egy hosszú volt, tehát ott volt valami a tartás, de az egész... sokáig kellett rajta nyilván gondolkoznod. Nyilván nem néztél be a nadrágszárba, hogy most igen, hogy hívják. Igen, átvezetve. És egy nagyon fura pózban volt, de hát már vannak kis emberek, nagy emberek, baromi sok pénzt keresnek. Most kitalálták magyarok, hogy magyarok-e azt nem tudom, de azt csinálják, hogy mozdulatlan bábukat tesznek ki. Uh-huh. Az ötlet egyébként zseniális, nem csodálkozom, hogy nem jutott ez valakinek előbb eszébe. Kirakják a mozdulatlan bábukat úgy, hogy a turisták azt hiszik, hogy ők kiváló pantomimesek, akik ugye nem mozognak. Uh-huh. De ha ott állsz és nézed a bábut, akkor 10-20 perc után derül ki, hogy az nem mozdul meg, mert csak egy bábú. Hát főleg miután már bedobtál, mit tudom én, 10 eurót. Igen, mert ugye ezeknél az szokott lenni, hogy áll néha a bábú, megmozdul. Igen. Bedobod a pénzt, igen, akkor ő vált valamit. Na most állítólagosan azt látni, hogy... És ugye ez tényleg Magyarországon történik, hogy kirakják ezeket a bábukat, nem mozdul meg, turisták körbeállják és csodálják, hogy úristen, de jó! Te ügyes, te hogy jó! Hogy lehet ilyen ügyes? Majd kapualjakból figyelik ezeket a kis bábukat, és amikor nincs senki, akkor gyorsan leűrítik a pénzt, tehát már nem ül valódi pantomimes és este pedig az arc mögött. Este fölkapod a bábut, és elviszed. Az zseniális, nagy, az nagyon nagy ötlet. Nagy, nem? Jó. Nagyon nagy. Szerintem rá kéne települni már valamilyen létező ilyen történetre. Például én kiírnám mondjuk a BEM szoborra, hogy pantomim. Vagy a Hősök terén. Öcsém, soha nem mozdul. Mennyire, mennyire király. De ugye, meddig van türelmed ezt nézni? Láttam ilyet sok helyen. Hát 5-10 perc után megunod, uh-huh, és arrébb mész. Ugye a megunás az mindig akkor jön meg, amikor... Tehát addig állsz ott, ennek az a pszichológiája, amíg nem mutatja meg, hogy ő valóban élő. Látod, hogy élő, jó van, kacsintott, akkor ez tényleg élő, bedobod neki a pénzt, arrébb jössz. Itt bedobsz mondjuk 5 eurót, és föltűnik 5 perc után, akkor ott maradsz 20 percig? Nem maradsz ott valószínűleg. 5 percet, de jó bírja, azt mondod, de jó bírja, mész tovább. Nem? Igen. Megvárod? Nem várod meg. Hát most szépen áll, jó van. Biztos, hogy egy magyar ötlet. Elhiszitek, hogy ezt egy magyar találta ki? Tehát ilyet sehol nem csinálnak? Mindenki törje a fejét, hogy úristen, mi legyek? Király, királyfi, lovak, hogy álljak? Jön a magyar azt mondja, de hogy álljál oda, tesó? Hát szerintem csekkolni kell. Ülj be egy kapuajba. Dobd ki a bábut, és keresd hülyére magad. Szerintem nem kell nagyon sokáig várni. Én azt csinálnám, hogy bedobnék egy kisebb címletű apró pénzt, és utána váltanék a már összegyűlt apró pénzből, mondjuk 1-2 euróval, vagy forinttal, vagy nem tudom mivel, többet. Tehát, hogy gyakorlatilag bedobok egy 10-est, kiveszek egy 20-ast. Mintha váltanék. Ha ez élő ember, nyilván csekkolja, hogy mit csinálok, mit matatok, mit veszek ki, mit rakok be, stb. Aztán ennyi. Érted? Ja, hogy te magad, mint néző. Hát nem, mint pantomim, és bedobok saját magamnak. Nem, nem értetted, hogy mit váltasz. Nem, hogy mit váltasz. Bedobok egy 10-est, kiveszek egy 20-as, szerintetek lenyúltam egy 10-essel. Aha. Az nem tűnik fel egy élő embernek? Nem nézod. Hát dehogy ne. Nem néző. Hát akkor meg köszépen. Ja, akkor ha nem nézod, akkor meg, akkor ennyi, így jártál, öcsém. Ilyen bronz, arany, guggoló szobrokat tesznek ki. Aha. Hát ha ügyes és, vagy, ha ügyes vagy, igen? Akkor olyat csinálsz, ami állítható. Na de... Jó, hogy megmozdul hirtelen. No. Kicsit átforgatod minden más. Na de ha kimész oda, hogy te leleplezd azt, aki pénzt váltott, hát akkor lebuktatod a te szobrodat. Uh-huh. Még 10 perc múlva már nyilván más tömeg áll előtte. Nem?
De én nem mint, hogy hívják, én nézőként. Na jó, de én meg ott vagyok, és látom, hogy te éppen lehúzol. Nem mehetek oda, mert ott éppen 20-an készülnek bedobni. Tehát én oda megyek, és elkezdek veled kötekedni, és nem a pantomimhez szól, meg akkor kiderül, hogy én vagyok a gazdája. Na tessék, találtam egy jó kis fizetéskiegészítést magamnak, hát akkor nem fog oda jönni. Tehát akkor nem mész oda, hagyod inkább elvinni a pénzt. Ugye? És ezek nem... És állítólag az élők elkezdtek féltékenykedni a bábukra, mert hogy a bábuk sokkal többet keresnek, és elindult egy ilyen bábuk kontra élő harc. Ez annyira magyar, de zseniális a dolog. Mert hogy az élők rájöttek, hogy a bábuk többet keresnek. Mert nyilván őket extrém helyzetbe tudod tenni a bábukat, amit egy élő ember nem tud megcsinálni. Igen, valószínűleg erről. És te arra adod a pénzt, ami minél látványosabb a dolog. Zseniális. Nagyon nagy, tényleg jó. És gondold el, számoljunk egy kicsit. Egy percenként bekerül a kalapba mondjuk, oda megy, egy perc alatt oda megy, mint 5 ember. Uh-huh. Ugye? Uh-huh. Az bedob, mindenki csak dobjon 1 eurót. Az 5 euró? Igen. Az 5 euró jön össze egy perc alatt? Egy perc alatt. Egy igen. Perc alatt összejön 5 euró, az mennyi? Az 300 euró egy órában. Az kérlek szépen 10... Nem lehet 300 euró, pedig nem. Annyi. De. Hát egy perc alatt jön 5 euró, ugye? Az 10 perc alatt. Igen. 10 euró? Egy perc alatt 1 euró? Vagy 5 eurót mondtad? Akkor 5 euró. Akkor az 50. 50 euró. De az 300 euró, gyerekek, az 100 ezer forint egy óra alatt. 300 euró jön össze óránként. Mondjuk jöjjön össze, abból vegyünk le egy 100-as, hogy egy perc alatt nem kerül be, mondjuk 5 euró. Jöjjön össze 200 euró. Az 60, nem tudom, mennyi most az euró, János? A 302,7. Na, akkor csak 60 ezer forint. Értitek, hogy mekkora biznisz van ebben? Igen, senki nem gondolná, hogy jaj, bedobnak egy pár eurót. Persze, de csak dobjon be 200 ember egy eurót. Az 60 ezer forintot te megkeresel egy nap. Nem rossz. Hogy ott van egy bábú, és te valahol egy kapuhajban figyeled. De mikor mész oda? A végén, mikor már nincs ott senki? Megvárod az éjszakát? Ha én bedobok turistaként, és látom, hogy éppen jön az űrge, és fölkapja a bábúját, akkor én kiveltem a pénzem. Ha utoléred. Yeah. De figyelj, azt nem lehet megcsinálni, hogy olyan formájú lenne, mint hogyha tényleg valami kicsit meg van hajolva, meg van egy elképzés, de hogy valójában bankben tényleg ül egy ember, csak éppen kényelmesen egy széken is olvasgat. Érted? De kívülről úgy néz ki, mintha egy ilyen izé lenne, egy ilyen derékszegben meghajolt koldus figura lenne. Igen. De belül meg ott üldögél valaki, és szépen elolvasgat, meg zenét hallgat, stb. Érted? És ez azért is nagy biznisz, mert ugye az élő, az sokszor nem kap engedélyt erre a pantomimeskedésre, ugye, hogy területfoglalás, stb. Egyébként nem tudom, ezt miért nehezítik meg annyira, ez minden városban olyan jó hangulatú, hogy mész tényleg Amsterdam, Madrid, Barcelona, mindenhol kim vannak, hegedülnek, zenélnek, tehát tökre él a város tőle. Itt nem, itt ugye itt mindenfélét be kell szerezned. Na de a bábú nem büntethető. Jön a közterületes, látja, hogy ott egy bábú, nem fog vele foglalkozni, arrébb megy, vagy maximum begyűjti a bábút, elviszi. Másnap reggel kiraksz még egy bábút. Ha tudja, mert tudomásom szerint ez csatornafedőköz vannak általában, ezek lerögzítve. A bábúk? Igen. Tényleg? Ja, oda csavarozza a gazda? Igen, tehát nem lehet csak úgy megfogni és elvinni. Na jó, de akkor a közterületnek vagy a csatornafedél tulajdonosnak érted, csak van beleszólása, nem? Persze. Gondolom. Ott van, az is a Váci utca, nézd meg. Zseniálisan néz ki. Csatorna fedő fölött van, nézd aha. Meg. És odamész, és most bedobsz neki 3 eurót, annyira durva. Ugye egy ilyen ezüst, vagy egy ilyen arany kabátban látod, hogy az ember le van rogyva, egy kalap van a tetején, és azt mondod, hogy ilyen pózba ül, úristen, milyen zseniális. De nincs benne senki, az egy bábú. Mennyire magyar? Nagyon jó ötlet. Nagyon jó. Hát mondd ezt azoknak a pantomiseknek, akik egyébként meg 3 eurót keresnek egy órában, mert senki nem dob be nekik. De gondold el, hogy van egy ilyen bábú egy lehetetlen testhelyzetben, és végignézed, mellett állsz egy hegedűvel a kezedben, néha pislogsz egyet, meg megijesztesz két orosz nőt, te keresel 3 eurót, neki meg bedobnak mondjuk 200 eurót. Hát ez van, most de mit csináljuk? Hát ez jogos. Hát ennyi, ez olyan, mint amikor a kaszkadőrök, a húsvér kaszkadőrök féltékenyek a cégéire. Érted? A trükkökre, az animáció. Hát most ez van. Ez ugyan a kaszkadőrök beperlik, igen, a trükkgyártókat. És tényleg kitalálták, hogy lerögzítik őket csatornát. Jön a közszeretes, kettőt rángat rajta, nem tudja elvinni, ott hagyja. Ott hagyja. Rossz esetben még oda megy a csatornázás, mivel két munkatársa és meg is veri. Óriási. És jöjjön össze csak mondjuk 100 euró naponta. Az azt jelenti, hogy 100 euró naponta, az mondjuk 30 ezer forint. Ha te kim vagy minden nap, ugye? Akkor összeszedsz 900 ezer forintot, csak abból, hogy van egy bábúd,
900 ezer forintot összeszedsz egy hónapban. Úgyhogy nem csináltál semmit. Nem. Csak üldögéltél 10 méterre a bábútól, és figyelted, hogy hozza neked a pénzt. Hát és zseniális, hát úgy, hogy tényleg nem melós. Mert például ott vannak a peruiak, akiknek tök melós az, hogy odaviszik mondjuk a sztereó két kazettás magnót, odaállnak hárman, berakják a kazettát, elindítják, és utána pedig izét hárman pánsipoznak, de egyébként egy nagy zenekar nyomja a kazettáról. Tehát, hogy azért az melós. Érted? És közben még árulni a karkötőt, meg a nyakláncot, az melós, igen. Érted? Meg Indiának költözni, miközben kőbányai vagy, aztán hogy hívják, valamelyik volt osztálytársad felismer. Hello, Sanyi! Nagyon sok hallgató ír egyébként. A Vörösmarty tér, Váci utca sarkán vannak ilyenek. Most voltam Londonban, egy srác fejjel beleállt egy sima vödörbe, zseniális. Rómában olyat láttam, ahol távirányítóval mozgatták a bábú szemét 3 percet. Hogyha dobott valaki pénzt. Ez már nagyon komoly, amikor valaki bedobott pénzt, a kapuajból mozgatták a szemét. Tehát akkor ez nem egy magyar találmány, most ért ide akkor? Mi is nagyon sokszor láttuk őket, ha hozzáérsz, vagy visszaveszed a pénzt, odarohan a tulajdonos, és hatalmas balhét csinál, a Váci utca tele van velük. Ezért kellene úgy megcsinálni ezt a kis gyűjtőedénkét, hogy persejszerűen, hogy beledobod, már le tudjad belőle kivenni. Mondom én ezt azoknak, akik ezt csinálják. Tehát úgy tudnád csinálni, hogy egy leláncolt persej, nem? Hát vagy egyszerűen van a tetején egy kis nyílás, bele tudod dobni, de kivenni már nem tudod belőle a lóvét. Nem kívánod hangálni. A bábú adó köteles? Nem. Ne. Nem. Nem. A kihelyezése valószínűleg az lenne, de hát ad meg nincs. Ő nem jogi személy. Nem adó köteles a bábú. Hát na, nem tud vele mit csinálni. A bábú kereste a pénzt. Nem? Aha. Most ki kereste a pénzt? Aki kirakja, vagy az, akinek ott bedobják? Hát tényleg. Ugye nem te keresed, a bábú keresi a pénzt. Te csak segítesz este a bábúnak összeszedni a pénzt. Te csak begyűjtöd. De hogy van ez? Mert az ötlet egyébként zseniális, de hát erre mit szól a NAV? Vagy mit mondanak erre? Na? Tehát a bábú kereste a pénzt, nem? Igen. Én nem csináltam semmit. Itt ültem. Miért? Mert szabad ülni a Váci utcában? Szabad. Hát akkor meg... Az nem lehet, hogy ez egy újabb állami beruházás. Egyfajta központi költségvetés. Ezért nem zavarja a NAV-ot. És akkor azt látjuk most a Váci utcában, ha bemegyünk oda, hogy két rendőr vitatkozik egy bábúval? Álljon föl! Józsi, nézd, még nem áll föl! Álljon föl! Józsi, a papírjait? Jó, még egyszer nem mondom. Józsi, egy bábú, nehogy bábú, akkor sem. Bábú vagy nem bábú, kérem a papírjait. Maga bábú? Minket néz hülyének? Ne feleseljen! És ott állnak a rendőrök és vitatkoznak a bábúval, akit megpróbálnak fölállítani? Igen, hát kb. Ez lehet. Ez egy érdekes élethelyzet. Hát menjen ki a NAV, ellenőrize le őket. Adott-e számlát a bábú? Hát egy bábú nem tud számlát adni. Adott-e számlát a bábú? Hogy azért az emberi leleményesség tényleg mennyire durva, nem? Ott állsz kint, étlen, szomjan, fagyban, keresel nem tudom hány eurót. És közben valaki kitalálja, gyerekek, tegyünk bábút. Igen. És hülyére keresik magukat. Várjál, hogy ő, aki most a bábút figyeli, a bábú tulajdonosa, eddig pantomimes volt? Csak ő már elfáradt, megunta, és azt mondta, hogy ide állítok egy bábút? Tehát arra gondolsz, hogy kiöregedett pantomimesek találták, aki nem. Szerintem nem. Aha. Nem. Szerintem valaki megirigyelte a bizniszt, és azt mondta, gyerekek, ez egy jó ötlet, tegyünk egy bábút. Profin néznek ki, nem? Nagyon, jól megcsinálták egyébként. Bár megvallom őszintén, hogy így nem lenne nehéz őket lebuktatni, mert hogyha ha valaki oda megy mondjuk egy valamelyik hivataltól, egy közterületes, vagy egy nyilván nem rendőr, vagy mondjuk egy civil ruhás rendőr, és elkezd kotorázni az apróban, és odafut az üzemeltető, abban a pillanatban meg lehet kérdezni őt, hogy jó napot kívánok, miért is tetszettek, meg kivel, de meg mi... hogyan, meg miért van ez de itt, meg egyáltalán. Bocsánat, de mit buktatsz le benne? Te itt... ugyanis nem írod ki, hogy dobni kell pénzt, azt a turiszt önszántából dobja. Te kiraksz egy kalapot. Azt hogy gyorsan visszaadjam annak, aki beledobta. Te kiraksz egy kalapot. Nem mondtad, hogy ez kötelező pénzre dobni, nem? Te kiraktál egy kalapot, hát hogy valaki abban dobott pénzt, hát az arról te nem tehetsz, hogy dobott pénzt. Ebben az a szép, hogy az igazi pantomimeseket majd holnap hogy próbálják leteszelni, hogy ő bábú-e? Hogy hány pantomimest fognak most szétkínozni a Váci utcában, akik ott hegedülnek 10 éve, meg lisztemberként állnak, meg nem tudom milyen hosszú cilinderben. Na jó, Gyurikám, erre nekem nincs idő, lefújom gázra. Hát combol lövöm. Hát már nem mozog. Hát zseniális. Zseniális. Azért a 9 kilóból vonjátok le az esős napokat, írja Ferenc. Benfentesnek tűnik. Benfentesnek tűnik azért az SMS író. Vonjátok le az esős napokat. Aha. Benfentesnek tűnik. Jó. Legyen csak 6 kiló.
Most egy ilyen bábút mennyiből csinálsz meg? 50 ezerből. Kb. 50 ezeres beruházásból, ha szerencsés vagy, és nem megy ki a közterület, még nem megy ki a rendőr, akkor egy-két jó nyári hónapban megkeresel azért 1-2 millió forintot. Nem? Nem. Hát szerintem az... simán. Zseniális ötlet. Na jó van. Morning Show. A Klassz FM-en. Tegnap eszembe jutott egy dolog, és erről akartam beszélni, hogy van egyfajta ilyen egyetemes viselkedés, ami minden emberre jellemző, és fejtsük meg ennek az okát, és biztos, ha mondok egyet, kettőt, ti is tudtok mondani, még hármat, négyet. Na, figyelünk. Jó, nagyon, kezdem, hát rá tudunk fúzni a gondolatmenetre. Hajrá, most. Tovább menni. Hogy van az emberekben egyfajta közös, hogy mindig ugyanúgy viselkednek, és talán nektek is van olyan, amit így kapásról tudtok mondani, nekem eszembe jutott egy, aztán eszembe jutott még egy. Tehát ha fékezemetről kapaszkodnak? Hát, valami hasonló. Mi most nem otthon lakunk, hanem valahol. És annak van egy étterme. De nem is ez a lényeg. Igen. Ennek a helynek van egy étterme. Aha. És akarom kérdezni azt, hogy miért csinálnak bizonyos dolgokat az emberek, amit szerintem ti majd tovább tudtok folytatni. Mondok egyet például. Leülsz egy üres étterembe egy asztal mellé. Ugye? Mindenki látja maga előtt ezt a szituációt. Ülsz az étteremben az asztal mellé. Leülsz. Elkezdesz vacsorázni. Bejön egy másik pár az étterembe, körbenéz, hogy hol van szabad hely. Fölméri a terepet, pásztázza a szemével a terepet. Van az étteremben 45 darab üres asztal melletted, aha, nagyon messze az étterem másik oldalán. Mi történik? Körbenéz, és megkérdezi a pincért, hogy mik a szabad helyek. És mondja neki a pincér, hogy bárhova tessék nyugodtan leülni, nem lesznek sokan. Ebben a pillanatban látja, hogy te ott vacsorázol kis családoddal. Felvillan neki a fény. Hoppá, hát ez egy jó ötlet, ha ők ott ülnek. Ennél közelebb nem kerülhet a kosszág. Az egy biztos jó hely, de ez most nem arról szól, hogy ki ismert és ki nem, hanem ez egy tudatos emberi viselkedés, amit szerintem egyébként mindenki észrevesz, és leül közvetlenül úgy melléd, hogy eszel, és a könyökötök konkrétan összeér. Armányos úr. És így... Lehet, hogy többi asztalon nincs sok. Körbenézel, vidáman, és észreveszed, hogy tök üres az étterem, ketten ültök, te... A te családod, meg az ő családja egymás mellett, az asztal mellett, és vidáman vacsoráztok. És így nem érted a jelenséget, és aztán rájössz, hogy ugyanez megtörténik BKV-n is. Eszembe jutott, hogy amikor én BKV-ztam, akkor ugyanez történik. Leülsz valóban hétve. Szabad a hely, kicsit elnyújtózol, ugye nagyon sokat héveztem, kinyújtod magad, azt mondod, hogy jót fogsz aludni. Fölszáll egy gyanútlan utas, körbenéz a kocsiba, és azt látja, egy ember ül. Mi történne, mit csinálnánk? Mi leülnénk valahova teljesen máshova. Mit csinál az emberek 80-90%-a? Leül melléd. Vonat. Ugyanez. Leül melléd. Nem így van? Aha. Tehát, hogy van tipikus viselkedés, ami az emberekre jellemző. Ugyanez a liftajtó. Az is eszembe jutott tegnap. Miért van az, hogyha te szállnál ki a liftből, ha kinyílik a nulladikon, egészen biztos, hogy valaki már úgy állott az ajtóban, hogy nem jut eszébe, hogy abból a liftből még ki akarnak szállni. Ez így van. És mi történik? Nyílik az ajtó, és ő elindul befele. És eszébe nem jut 10-ből 8 embernek, hogy ember, hát az a lift megérkezett, valószínű, abból még előtte kiszállnak. Na. És ez mindenkire igaz, ez a fajta viselkedés. Miért van az étterem? Mondját, nem tapasztaltátok ezt? Miért van a BKV? Csapatszellem. És a többi foglal. És hogy nyilván vannak még ilyen viselkedési sztereotípiák, amit minden élethelyzetben minden ember ugyanúgy csinál. De ez a felszállok előbb, míg le nem szállnak. Beszállok a liftbe, és nem jut eszembe, hogy ki akarnak szállni. Mellé ülök, amikor tudom, hogy ott van az egész étterem, és tök üres, de én valahogy félek. Vagy az emberi ösztön, vagy a tűzköré gyűlés ösztöne. Én nem tudom, szerintem ezért kéne ősi ösztönök, amik így körvonalazódnak. Egyébként a pincért akarod kímélni. Nem? Hogy csak oda kelljen egy helyre menni. Igen. Ne kelljen a étterem. Hát ez ex-vendéglátósokat, akik inni így ülnek. Állsz a svéd asztalnál. Most gondolkozzatok ilyen élethelyzeteket. Szerintem nagyon sok van. Állsz a svéd asztalnál. Szedsz. Étteremben vagy. Van 600 másik. Ilyen kis csévénk, tudod, amiből lehetsz. Jön az ember, meglátja, hogy te ott vagy. Az biztos finom, a többi biztos elteten. Oda félrelök téged, miközben azt látod, hogy egy 6 méteres védasztalnál egy lélek nincs, de egy büdös ember nem áll sehol. És elkezdtek az utolsó ilyen pástétom szeleten nagyon vívni, hogy az most kié legyen, miközben egy másik csévig, mert van még 600 darab, ugyanez egy reggelinél egy szállodában, az utolsó tojásán tottán ketten vívtok, miközben még van 6 másik. Nem így van? Mondok más. Ráadásul hoznak még, ha elfogyott. Ráadásul hoznak még. Állsz egy büfében. Római part. Tipikus. Eszembe jutott 600 dolog. Megállsz, eszel egy hekket. Van egymás mellett 8 büfé. Mindegyik tök üres. Látják, hogy egy büfénél áll egy ember,
Oda fog állni mindenki. Oda fog állni a többi. De az azért van, mert azt gondolják, hogy, hogy az a jó. A többi nem igen. Megy, ez megy. Miért? Mert ez jó. Na, de egy ember ül ott, vagy egy ember áll, mondjuk te állsz. Soha nem biztató, hogyha mondjuk látsz egy éttermet, és annak mondjuk a kerthelyisége, vagy pedig a leülős része tök üres, a többinél meg vannak. Az mindig egy picit gyanús. És te is oda ülsz be. De ennek van egyfajta magyarázata, de hogy van egymás mellett három egyforma hekkes. Beáll egy valaki, és nem mersz beállni a másikba, és odahúzol ott az ember, az biztos jó, ő biztos tudja, hova kell állni. Te is beállsz oda. Vigyel, ezek ilyen tipikus viselkedések, és szerintem ebből, ha elkezd járni az agyad, ezret föl tud sorolni. Két metrósat hagy mondja. Na. Két metrós. Az egyik a kedvencem, amikor tudja, hogy nem tud leülni, mert nem fog beférni. Arra az egyetlen helyecskének mondható, mert nem hely, szélességű, ilyen kis maradványra, ami a gyakorlatilag ott az üléseken marad. Látja, hogy nem fog tudni leülni. De ő mit csinál? Leül, és beszuszakolja jobbról, balról egy kicsit a fenek, amíg te fel nem állsz. Mert hogy itt érted, ránéz, és látod róla, hogy nem, és ő is tudja, hogy nem fog leülni. És nem, ő leül. De leül, okay, látod, a másik, ami a kedvencem, bent állsz a sarokba, közvetlen az ajtó mellett, de nem ott, ahol beszállnak, hanem a másik oldalon. Valaki felszáll, odaáll eléd, háttal neked, kapaszkodik, és beszorít a sarokba. Igen, ez teljesen megvan, tipikus. Hogy így áll, és tudod, ez a, ha nem látom, hogy mögöttem áll valaki, akkor ott nincs is senki. Beáll és beszorít. Beszorít egy sarokba, és így állsz, mint egy ilyen hack. Vagy egy ilyen herring. Igen, hogy halló, kezi csokolom. Ez valamilyen társas tömegvonzás? Vagy, ilyen, vagy az ember nem szeret egyedül lenni? Fél? Tehát bemész egy étterembe, leülsz az asztal mellé, mert én például olyan vagyok, én szeretek el kicsit. Nem tömegvonzás, mert vagyok... akkor a színes néni magához rántana engem. Tehát amikor oda be akar ülni arra a 30 centis helyre. Nem vagyok semmi zantrop, egyszerűen jól esik szellősen üldögélni. Nem? Szerintem azért sok embernek jól esik. Pláne, ha lehet. Oda jön, és leül mellé. Esztek, és fölnézel, kicsit átveszed az uborkát a tányérjából, kicsit ő is beleeszik a krumplis tésztádba, és körbenéz, és azt látod, hogy egy rohadt nagy étterembe ültök, ahol minden tök üres, majd bejön a harmadik pár, és azt látja, hogy ketten ülnek, ott biztos... És leül kicsit a két az pár egy, mellé, egy jó hely, mert az egy jó hely. Mert látja, hogy egyébként szerintem ez érdekes. Ami vonzza az embereket. És azt mondják, hogy nézd ez a fiatal pár, milyen elégedetten eszik azt a krumpli leves. Szerintem ezek tényleg ilyen ősi ösztönök, amikor így a tűz köré gyűltünk, és akkor ott összebújtunk a vadak ellen, nem? Hiperparkolója ugyanez, tök üres, beállsz egy helyre, jön egy kocsi utánad, nyitnád az ajtót, és már nem tudod, mert odaáll. Odaáll, és úgy áll be, hogy 50 centi. És mondod neki, és így mutatod, hogy ember. Létesó 400. Igen, tök is, tényleg. Beállsz, hiperpark, megállsz, és beáll melléd. És rád áll. Nem érted, hogy rendőr, vagy követed, vagy körbenéz, és azt látod, hogy egy ilyen 6 hektárnyi területen mindenhol igen, szabad parkoló felület, és beáll mellé. Tehát valószínű, az ember tudatában, vagy tudatalattiában működik valami, ez az egyén az egyénen szúz, társas lények vagyunk, ott érezzük jól magunkat, igen, biztonságban érezzük magunkat, tehát ez valamilyen ösztön, de hogy közben ez tényleg sokan lift is. Nem így van? Hányszor éled azt át, hogy nyílik a liftajtó, és elindul befelé? És a 10-ből 5 nem jut eszébe, hogy abból lehet, hogy valószínűleg még kiszállnak. Ez egy ilyen kollektív tudat, ami működik szerintem. Kabinos, öltözős megvan? Hogy na, azt, mit csináltam? Azt mondjátok már meg nekem, hogy a kabinosok meg az öltözősök, miért következetesen van 100 darab szekrény? Ott van 100 darab kulcs. Elkezdi venni. 1, 2, 3, 4, 5, ja, 6. Miért egymás és egymás mellé kerültök mindannyian, és úgy öltözködtök, hogy egyébként van még bent 96 darab üres szekrény. De jön oda öltözni. De oda jön, mert egyébként teljesen. Hogy hívják? És oda is kapod mellé a kulcsot. Miért? Igen, de ezek teljesen tipikus. Ilyen viselkedés mintákon gondolkoztam tegnap, azért nekem sincs sok bajom, nem? Hogy ezeken tudok gondolkodni. Ráérsz. Lefeküdtem egy kis Lenin póza. Nem, mert gondoltam, hogy erről akarok ma reggel beszélni, hogy még milyen tipikus viselkedési formák vannak. De például a sorban állás, az is egy külön dolog, nem? Amikor beállsz a sorba, piac, itt ott vásárolsz, és sztereotíp viselkedés minták vannak, és azok alapján végeznek az emberek ugyanúgy dolgokat. Tehát például pénztárca, nem? Hát két dolog, piac, sorállás. Múltkor kérdezem egyik nénitől, nagy sorba ott áll, mondom, valamit olcsón adnak? Na azért állít ennyi ember? Nem tudom, de hát biztos, mert többiek is itt állnak. De zseniális. Beáll ő is a sorba. Hogy miért áll sorba, de hogy beállt, mert már sokan álltak. Másik a pénztárca, amit említettél. Na, pénztárca. Tíz emberből, én erre komolyan figyelem, tanulmány, 10 emberből 9 ott keresi a pénztárcát a kasszánál. Mondja a végösszeget, kijön, mint 3875, és indul a túrás a táskába. Miért nem tudta, hogy fizetni kell? De addig pakoltam. Nem igaz, mert félrehúzzák az árut. Nem, figyeld meg az embereket, 10-ből 9 akkor keresi. Teljesen tipikus viselkedés, mint abszolút. Ott állok a pénzt, én, mert számolok rá, hogy igen, fizetni kell a végén. Ha mindenkinek ott lenne egy kicsit a kezébe, a bankkártya. Szépen, na nem, és akkor ott áll. De most mi vagyunk a hülyék, hogy mi leülünk máshova?
ostorozzam én magam, hogy bemegyek egy étterembe, és ott ül valaki, én nem ülök bele a szájába, mert nem akarom megnézni, hogy most birkózik ott az uborkával, meg mi van a hatos fogába beleragadva, itt szeretek máshova leülni. De leültél a törzs helye mellé. Igen, kinek oda járat, és mindig annál az asztalnál, te ültél oda. Mert szerintem azért nem minden ember ül le. Nem. Tehát vannak normális emberek. Ti leültök? Ti odaültök, hogy te is úgy ülsz le, ugye? Leülsz a másik oldalra, leülsz egy kicsit arrébb, örülsz, hogy szellős az étterem. Hát nem vagy olyan hülye, hogy beleüljél a szájába, és végignézd, hogy ott meg... Ne, ugye? Hogy azért ez nem mindenkire jellemző. Nem. Ez miért van egyébként, hogy amikor sorba állsz, és érzed a tarkodon a másiknak a leheletét, és egy fél lépést előrébb lépsz, hogy egy picit eltávolodjál tőle, utánad lép? Mert fél. Hogy mert halad a sor, de hogy miért, hogy igen, hogy miért nem lehet a 20 centi helyett mondjuk 50 centi távolságot tartani az előtted állóval a szemben a sorban. Én most már mindig azt csinálom, hogy a kosarat benhagyom magam mögött, hogy ne férjenek hozzám. Érted? Mert nem tudom miért, de valahogy tapadnak. Igen, beáll az aurádba. Igen, miért? Ez például postán szokott lenni. Teljesen tipikus. Nem kerülsz előrébb. Nem, és sorban. Múltkor álltam valahol sorban, tudom, nem tűnt el. Ja, tudom, a reptér, Ferihegy. Egy néni konkrétan belelihegett a nyakamba. Az. Magyar volt. És mondom, hát mondom, itt van a feleségem, hátrafordultam, mondom, itt van a feleségem, de ha nem lenne, benne. És tudod, lépett előttem a sor, de úgy kell, tudod, ilyen csigavonalban mész előre, még ha nem mész előre fél percig, akkor sincs semmi baj, mert utána egyet lépsz, utoléred az előtted lévőt, és még száz sor. Sietett. Csokom. Segíthetek? Vagy spontán orgazmus? De vagy ilyen súgat is valamit a füledbe? Kívánlak! Megyök egy vécébe, megcsinálod! Éreztem rajta, hogy szíve szerint egyébként lökne egyet rajtam, hogy menjek előrébb. Igen. Hátrafordultam, mondom, nem nagyon illedelmes voltam, csókom, mondom, tessék elhívni, hogy megyek én, de majd, ha megy a sor, nem tetszik előrébb sorba jutni, de mondom, ha letetszik késni a gépet, tessék nyugodtan beállni, nekünk úgyis is előre szoktam engedni. Tessék igen? Nyugodtan, csak ne tessék még negyed órát itt a nyakamban lihegni, hogy mert annyi egyszer csak elcsattam. Megyek van legyen, ez is egy spontán reakció, sietsz, akkor elkezdesz előrébb menni, azt hiszed, hogy attól előrébb sorba jössz. De rám is igaz, tehát, hogy késtem már, de majdnem gépet toporogsz, mész, fészk előtt, nézed, hogy ott miért nem megy előrébb, aha, de nem leszel előrébb nem sorban, nem kapod meg előbb a vízumot. Most már csak 3,95 méter. Igen. 94. Teljesen tipikus emberi viselkedések vannak, és ez a legtöbb emberre jellemző. Nyilván nem mindenkire, szerintem nem mindenki akkora barom, hogy beleül a szádba egy étterembe azért, tehát nem szabad így általánosítani, de 10-ből 5-6 azért ezt így nagyon bele, szépen igen, megcsinálja. Igen, igen. Nem? De legszebbet tipikus a viselkedések. Írta. Na, melyik? 20-as piszovársor, beállsz valahova, tökéletes. Na, bejön, tökéletes, és melléd áll. 10 pontos példa. A kuki ír így, vagy miért? A kuki kukkoló, tudod? De miért? Durva. Előveszed. Lazán. Ez durva. Tudod, 20 helyre mehetnél, nem. Megvan az a pillanat a férfiaknak, amikor pont jön az inger, tudod, és igen, már pont elengeded, és beáll melléd. És a Balázs? Hát, tudod, besül, vissza, csíp, fáj, elrakod, kimész. Vagy bemész egy elzárt. Nem tudod megcsinálni. Körbenézel, de külföldön ugyanígy? De fura. És egy ilyen végeláthatatlan pisszuársor a végtelenbe, és tovább, tudod. Mindenhol pisszuárok, oda áll mellé vizelni. De jó, hogy nincs ilyen gondunk. Vagy párbajozzunk, kisebbségi komplexus. Nézd rá az enyémre. Igen, tehát, hogy segíthetek. Tökéletes például. Csajok, nem nincs ilyen? Nincs ilyen, hál' is. Hát nem, nincs. De ez hát hallod, ez hát, nem semmi. Hát nem látod, hát. Lehet, hogy átkukkol minden. Mert lehet, hogy náluk is úgy van egyébként, hogy jönnek, bírnak a csajok, benéz alá, láb van, bemegyek mellé. Nem, a lányoknál a szarakodás van, már bocsánat, hogy ezt mondom, de tényleg nem. Tehát, hogy nem tudom, hogy csinálok olyan sokáig a WC-be. Nem, hát az nem, igen, nem az, tudom, az a női WC-re menés az egy más. Nem tudom, mit csinálnak, de az hagyjuk. Na jó. Tízszer lassabban megy a sor, mint a férfiaknál. Jó, nézzünk még ilyen sztereotíp viselkedéseket. Jó, drága hallgatók, írjatok nekünk piac, BKV, szálloda, bölcsöde, óvodás csoport, szülői értekezlet, bármi, ami teljesen tipikus, és ráismerünk arra az embertípusra, aki ezt ebben a formában csinálja. Szerintem nagyon sok ilyen van. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Ugye arról beszélgetünk, hogy milyen tipikus emberi viselkedések vannak, ami azért mégsem annyira tipikus, mert hál' Isten nem jellemző mindenkire. Pont ezt próbáltam kinyomozni, hogy vajon én vagyok-e antiszoc, de hál' Isten nem. De kicsit igen, kicsit de igen, igazad de, van. De mégsem, mert hogy azért sokaknak szúrja a szemét ez a fajta viselkedés, hogy milyen tipikus dolgokat csinál az ember, amikor üres helyen ülsz egy étteremben, és valaki melléd ül, beáll a lift ajtóba, te szállnál ki, már elindul befelé. Tehát vannak sokunkra jellemző viselkedési minták, és hát rengeteg SMS jött. Azt mondja, hogy ott van az a rohadt csík a gyógyszertárban, mégis ott liheg a válladnál, és végignézi, ahogy megveszed a prostata piruláidat. Teljesen tipikus egyébként, nem? A csík, de beáll, hogy gyorsan legyen.
boltban az Aura Vámpírok, érzed a leheletét a tarkódon, vagy amikor 12-szerre tolja neked a kosarat a pénztárnál, pedig mögötte még van 3 méter, nagyon tipikus. Az autóbuszon szinte üres a busz, de az 5-6 ember az első ajtónál topog, pedig neki is csak 1-2 megállót megy. Pedig nem csak 1-2 megállót megy, így van, ez is abszolút így van. Vendéglátós vagyok, többször találkoztam a következővel. Étterem 10 üres tiszta asztal, egy még nincs lepakolva, koszos poharak, stb. Hova ül le 10-ből 8 ember, ami még nincs leszedve. Igen, teljesen tipikus. Ez Dóri, be van járhatva. Dóri Szombathelyről írta. Multi parkolója szinte üres. Megállok, mire kijövök, csak körülöttem állnak. Teljesen tipikus viselkedés. Nagyon jó. De nem mindenkinél nyilván. Előzéskor előre dől, mintha azzal gyorsabb lenne az autó. Isti abba küldte nekünk. Illetve kanyarodáskor bedől. Igen. A kedvencem, amikor a mami letúr a bevásárlókocsival, mert a szalagon a szajré előrébb csúszik. Tudod, ez amikor előrébb megy az áruja, és megy utánad, mert azt hiszi, hogy elrabolják az áruját. Köszönöm, nem, mama, hát nyugodjon meg, csak megyünk a kassza felé. A szalag megy. Nincs ezzel baj, nem fogják elvinni. Ott van a leválasztó út következő vásárló kis fadarab, úgyhogy nem kell félni, nem fog összekeveredni. Ez Tibi küldte nekünk. A halálom a bankban, ki van írva, itt várakozzon, hová áll a parasztja? A seggedbe, hogy meg tudja számolni a pénzedet, írja Kriszta. Teljesen tipikus. Aztán egy másik, az anyukák állandóan aggódnak, hogy a gyerekeknek kint van a dereka. Jó, nem teljesen ide illik, de egyébként tényleg tipikus viselkedés. Azt mondja, hogy micsoda? Horgásztó 30 tég. 2 foglalt, 28 üres. Hova fog lepakolni? Mellé persze. Ha, hova máshova? Dunapart, 15 kilométer, csak mi vagyunk, 2 gyerek. Hova áll meg a jetskivel a 20 fős banda? Természetesen oda mellé. Tehát, hogy teljesen tipikus. Gabóca küldte nekünk. Balázs, a strandon, a medencékben is ez van. Az öreg urak lihegnek a nyakadban, írja Csilla. Igen? Azt nem voltam. Ez van? Uh-huh. Hát, de ott ez valahol érthető. Ha Csilla írja, akkor lenyugva a pereje. Igen. Turkálóban 250 négyzetméteres üzlet, szedem össze, válfázom vissza, igazítom az összes túrt ruhát. Egy lélek nincs a boltban, de az az egy engem lögdös, mert máshol nincs ruha. Nagyon jó. BKV első ajtós felszállás van, akkor keresi a jegyét, amikor felszállt, nem már előtte készíti ki, és utána megáll az első ajtónál, hogy más már ne tudjon leszállni tőle. Nagyon-nagyon tipikus egyébként. A sorszámozós helyeken mindig az van egyébként, hogyha húzol egyet, és te vagy mondjuk, vannak már öten, te valaki kihúzza a hatodikat, és ő előre megy. Pedig látja, hogy ő a hatos, tehát tudja, hogy még előre. Öt van. Igen. Ez minden, a bankban állunk, ez mindig így van. Tehát van egy ember, és aki biztos, előre. Hogy utánad jött, húzott egyet, és odaáll a kasszához. Közvetlenül. Igen, pedig az ötös után nem a hetes fog következni. Igen. Jó reggelt, nem hiszitek el, 10 perc állok egy multi parkolójában, tök üres természetesen. Hova áll az ember? Mellém. Írja nekünk Péter. Legtipikusabb hosszú piszuársor, beállsz brunyálni, tök üres az egész, jön valaki, tudja, hogy beáll mellé. Így van, erről ugye beszéltünk, abszolút. 20-an voltunk a 150 fős moziban. Ugyanez. Hova ülnek? Persze, hogy mellém ül le. És én még szépen megkértem, hogy üljön odébb. Ez is teljesen tipikus. Tényleg a mozi mekkora tanítás, nem? Beülsz, 600 üres hely, 10-en ültök, jön, hova ül? Beül eléd. És nem érted, hogy tesó félsz. Lehetne tudom, valami. Hogy horrorfilm, de azért ennyire ne féljünk. Igen. Igazol tény, a férfiak piszoar választásánál az elsőt követően a még szabad rész közül a középsőt választják. Hát nem itt tapasztaltam, hogy a középsőt választaná, bárki is, mindig mellettem lévőt. Igen. 1996 körül Egerben az egyik benzinkútnál télen mindig feldíszítették az ott lévő hatalmas fenyőfát. Haverom és én megálltunk előtt, és mereven néztük a tetejét. Körülbelül 15 perc múlva már vagy 25-30-an voltunk. Igen, tipikus igen, kísérlet, igen. Egyszer megkérdeztem, Sanyi, mit nézünk? A válasz nem tudom. Erre eljöttünk. A többi ember azért még nézte egy darabig. Hát ki tudja? Hát váltal lehet ott valamit nézni. Igen. Nálunk a Péksiben egy hölgy szokta a melbimbójával megvakarni a hátam, ez nem is zavarna, ha egy 20 éves bombázó lenne, nem pedig egy 70 éves marinéri. Hát most jó, akárhogy igyekszem, nem tudok tőle menekülni, írja nekünk Bazsi. Azért ne válogassunk már, hogy neked semmi nem jó. Igen. Na, hogy mennyi ilyen tipikus viselkedés van, ugye? Hogy azért tényleg az ember ezen gondolkodik, és még egy edzőterem, 100 darab szabad gép. Oda jön a homárja, hogy beszállhatok, kérdezi. Váltva tudjuk csinálni. Váltva tudjuk. Tesó, 6 fekvenyomópad van még, hogy miért kell neked ezt váltva csinálni? Mennyi van még? Igen.
Sok van még. De jó, kicsit megnyugodtam, tegnap ezen gondolkoztam, hogy én vagyok ennyire antiszoc, vagy csak máshogy gondolkodó, vagy már ennyire különc, de megnyugszom, hogy nem, azért még vannak normálisan gondolkodók, hogy bemennek egy étterembe, és nem ülnek le a szádba, hanem egy szabad asztalt választanak. Ez tök, tök jó. Hát de ugyanakkor megnézzük a dolognak a jó oldalát. Ez arról szól, hogy az emberek nem akarnak elidegenedni egymástól. Aha, nem akarnak távolságot tartani. Ők csapatban gondolkodnak. Morning Show. A Klassz FM-en. Egy érdekes történet esett meg egy férfivel, aki 37 ezer forintértnak megfelelő összegért, mert a történet nem magyar, csodaszert rendelt magának. Ez egy ilyen hosszabbító, potenciál növelő csodaszer volt, de nem is ez a lényeg, hogy most ő pontosan mit rendelt. Ugye nem teszt a lelkét akarsz csinálni. Nem. Az volt a dobozra írva, hogy ne használja napfényben. És ő egy növelőszert rendelt, tehát egy pénisz növelőszert rendelt, 37 ezer forintnak megfelelő összeget fizetett ki. És ugye vannak a nagy csodaszerek, amit szerintem már legalább egyszer mindenki megrendelt magának, a hajnövesztőszer, a fogyasztószer, a tablettaszer, az izmosítószer, a fehérjepor, tehát erről akarok beszélni, csak egy mondat erejéig, amivel ugye felvezetjük ezt a témát, hogy az ember egyébként mit kapott, ne használja napfényben, ez volt a borítékra írva, kinyitotta, és egy nagyító volt benne. 37 ezer forintnak megfelelő összeget rendelt ki. A felirat az volt, ne használja napfényben. Kivette és egy kicsi nagyítót neki leszámláztak. 37 ezer forintért. Hát ugye, ilyen rendesek növelőszer. A figyelmeztetése, mert ugye a nagyító napfényjel mit csinál? Hát egy picit lukaszt. Hogyha ilyen felületen használják tőle. És amíg kicsi, így van, hogy elperzsel ott a... Ilyenkor visszajár a pénz? Vagy ilyenkor, ha téged megtréfálnak, akkor semmi nincs, nem? Tehát mondjuk, ha átvágtak, és nyilván elhitettek veled valami mást, és közben nagyítót kaptál, akkor, akkor azért lehet, hogy te vissza tudod perelni persze, a pénzt. Hát, hogy a rendelésnél, főleg, hogyha volt még egy fotó is arról a dobozról, vagy arról a termékről, meg a leírás is ott volt mellett, ami alapján te azt megrendelted, akkor azért az a vásárlónak, a vevőnek, a megrendelőnek az átrázása, vagy félrevezetése, tehát hogy biztos, hogy visszajár a pénz, de poénnak nem rossz. Igen. Arról nincs egyébként hír, hogy kiderült, hogy kik állnak a megalázó átverés mögött, mert hogy nem akarta elárulni az emberünk, az áldozatunk, a cégnek a nevét, akinek bedőlt. De hogy... Megalázó. Tehát hát, ugye mindig túlreagálják ezeket a dolgokat, hogy én kaptam volna, és én rendeltem volna magamnak egy ilyet, azt kinyitottam volna, néztem volna, de először nem is értettem volna, hogy mi van, aztán leesett volna, és röhögtem volna. Kifizettél volna 38 ezer forintot egy nagyítóért, mondjuk rendelsz bármilyen növesztőszert, és utána nagyító van benne, azért nem mondtad volna azt, hogy ugye hagyja. Már 38 rugót kifizet. Előre azért... megnézem, hogy honnan vásárolok, honnan rendelek, tehát, hogy mindenhonnan nem. Szerintem nem ez a baj. Tehát, hogy figyelj, ott a kicsi kukesz a probléma, amivel te szeretnél valamit kezdeni. Azért ez, igen, tehát itt a gyengédre tapintanak, és jön egy nagyító, szerintem szóval... van benne rizikófaktor, ja. Hogy azért az nem mindenkinek esik jól, ha pénisz növelő szert rendelsz, és nagyítót kapsz. Igen. Nem? Így van. Hogy azért az lehet, hogy... Hogy lehet, hogy nem esik jól. De hogy tudnak ennek még az emberek bedőlni? Illetve ti rendeltetek már valaha valamilyen növesztő, visszahozó, fogyasztó szert? Nagyítót rendeltem. Na igen, hát az nem kell, ez bemész 200 főből összevegyed. Kapta, és azt mondták, hogy véletlenül összekeverték valaki. Ami például most nagyon megy ismerősöknél, ez a fogyasztó szer. De hogy ez nem átvágás, ugye nem. Ez egy működő dolog, hát ez egy ideig ugye legálisan majd illegalitásba vonuló ismerősök, mindenféle dílerektől rendelik ezeket a tablettászereket. Ugye? Ez most ennek most nagy piaca van. Ha még nem szüntették be. De az legalább nem átverés, az működik. Csak hát, beletöbb lesz. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy jó-e az, hogyha így fogysz le. Igen. De mit, rendeltetek valamit? Hajnövesztő? Nem volt soha. Nem. Nagyon sok kamu hajnövesztőszer van a piacon. Én a klasszikusokban bízok. Egyébként ilyet használok. Hát nem árulok el vele nagy titkot, egy ilyen jellegű sampont használok előszeretettel, amikor nem kókuszosad, mert ugye mindenki tudja, hogy a kókusz fanatikus vagyok, és az édesapám annak idején ezt elkezdte használni, ezt a bizonyos klasszikus hajszeszt, illetve hajbalzsamot, meg sampont, és akkor én azóta azt használom. De nem reménykedsz már, tehát nem azért. Csak megszokás. Nem, nosztalgia, édesapámmal gondolok minden alkalommal. Tehát nem úgy érted, de nincs benne. Túlzó elvárás, hogy állsz és nézegeted a hajagymáidat, hogy esetleg megnőtte, mert hogy az a genetikai alapon van, az már nagyon nem jön vissza. Tudod, ez kicsit olyan, mint a megint egy szakterületem, hogy a váromoknál az állagmegóvás, tudod, hogy pusztult, de legalább ez maradjon meg. Az meg nem a klasszikus, vagy az a klasszikus dolog, amit te használsz, de ugye az egy gyógynövényes ilyen sampon. Tehát az mondjuk nem keverhető össze ezzel, hogy vegyél be 8 tablettát, és akkor ezért visszavonul a fűszőröd, vagy mit tudom én. Tehát, hogy ezek a klasszikus átverések, a nagyok, az nem az.
amit te használsz. Tehát, hát az egy gyógynövény. És most már jó illata is van. Nem úgy, mint akkor, amikor az édesapám használta. Akkor azért elég nehéz volt. Változtattak az összetevőn? Igen. Hát azt kimenekültél annak idején, ha bárki használt. Tehát az volt, hogy fel se kellett tenned a kérdést, hogy te mit használsz. De ez a B betűs? A B betűs? Ja, hát azt tudom. Hát az nagy klasszikus, persze. Most írtele nem tudtam, hogy erre gondolsz. Most vonták ki a forgalomból. De hogy? Még mindig van? Egy egész termékcsalád van, érted? Alul felül használom. Mondjuk, burjánozzék, mi? Igen. De hogy én például láttam olyan krémet nőknek, amivel ha bedörzsölöd a melledet, és én erre akarom kifutatni a témát, hogy írjanak azok, akik bedöltek valaha valami olyannak, amiről nyilván a később rájöttek, hogy itt növeszt. Nem, hogy növeszt. Volt olyan krém, amit hirdettek, én nem is tudom, vagy tévéshopokban, tehát reklámokban, vagy újságban, már nem tudom, hogy hol láttam, hogy mit tudom, egy hónap kenés után, volt egy előtte kép, volt egy utána kép, és... elhitették női olvasókkal, tévénézőkkel, hogy ezt használod, megnő a mellett. És állítólagosan nők ezrei rendelték meg, ilyen kámforos illatú volt, bekented, érezted, hogy ott van, és okozott egy ilyen kis vérbőséget, ugye az volt a trükk, és hát oda vizionáltad a placebo hatás alapján, hogy neked megnőtt a mellett, berakták rendesen az előtte, berakták rendesen az utána képet, és mutatták, hogy nem tudom, 34 éves Rita, előtte, utána, előtte semmi, utána nem hitted el, hogy mekkorát dobott rajta a krém. És ugye ezt például megrendelték nők. Tehát ennek magyar nők bedöltek. Hogy ilyeneket elhiszel, és megrendez 15 ezer forintért egy melnövesztő krémet. Hinni akarsz benne, mint hogy hinni akarsz például, amit tudom én a cellulitis ellen alkalmazott különböző kencékben is. Tehát, hogy rajta, igen, és a narancsbőr a nők legnagyobb ellensége, hitetik el egyébként a hölgyekkel, amivel egyébként például megmondva őszintén meg tudok barátkozni, nincs vele semmi gond. Rajta de is hogy, van, az semmi gond. Hát ez világos. És ők meg, tehát hogyha azt látod valahol, hogy a tökéletes cellulitis elleni szer, abban a pillanat már mész a pénztárhoz, már veszed, már kened vele magad. És az esetek túlnyomó többségében semmiféle hatása nincsen. Na de hogy hiszed azt el, hogy nagyobb lesz a mellett? Tehát ahhoz nagyon-nagyon-nagyon butának kell lenni. Ha látod, nem? A tétet, hát érted, az elég. Vagy annyira elégedetlen vagy magaddal, igen, hogy egyszerűen elhiszed, hogy az elkezd működni. Hinni akarsz benne. Nőknél mi van? Nagyobb mell, cellulitis, ugye, narancsbőr? Igen, kisebb fenék. Tessék, hát azt nem láttam. Fogyasztok krém. Igen. És az fenékre? Aha. Hogy bekered és kisebb lesz a feneked? Bekered és összemegy. Meg derékkel, ilyenek. De az is van. Az is nekem, van. Nekem a kedvencem az a fogyasztókrém egyértelműen. Tehát, hogy az, aki elhiszi, hogy bekini magát egy krémmel naponta háromszor, vagy annyiszor, ahányszor írja, ez a használt utasítás, és utána pedig csökken a testsúlya. Kilók hát szaladnak le tőle. Hogy? Hogy? Az nagyon nem, fura. Nem működhet. Az nem működik. Hát ha a haja köröm, ugye a nőknél... Igen, hát az a haja férfiaknál szerintem, nem? De a kinövés az igen, de a nőknél, hogy még nagyobb fényű, még dúsabb hatású. Hát, arra vannak igazi tehát arra vannak igaziak. Ásványanyagot, a vitamin B, komplex vitamin, tehát az, abban mondjuk van a realitás, hogy a nőnek mondjuk szebb legyen a körbe vagy a haja. Arra vannak mindenféle kapszulák. Élesztőt kell lenni. Férfi hajnövesztő, nem. Aha. Pénisz, ugye egyértelműen. Azt mondjuk én nem láttam ilyen krémet, tehát hogyha bekered és nagyobb, azt nem láttam. Nőknél láttam a mellkrémet, hát, a férfiaknál nem. Sokáig és alaposan kenegetve, akkor nő. Fogyasztó tabletták, ugye? Tehát az is megy, bár azt ugye szerintem nem hirdethetik, tehát az illegálisan mindenféle dílerektől tudod beszerezni. Igen. Most már, tehát hogy az most már nem lehet hirdetése. Főleg az ilyen összetevőjeket, azokat igen. Kitiltották. Hát igen. Én nem tudom, de én most láttam valamik újság hátoldalán. Hogy beszeded és lefogysz tőlem? Igen. Mondjuk étrend kiegészítő az oda, az lehet, hogy az a menekülő út. 9 után meg tudjuk kérdezni, akkor már szerintem benn van az egyik fogyasztó. Az egyik tablettás. Az egyik nagy fogyasztó. Fogyasztó rendelő. Kereskedő. Igen. Sok nő szedi. Nekem nagyon sok ismerősöm szedi. Az a probléma ezzel. Beszeded és elveszi az éhségérzetet, felemeli a vérnyomásodat, megemeli a pulzus számot, és ugye hát konkrétan úgy működik, mint a kábítószer, az a hatása, ugye? És hát fogysz vele. A legnagyobb elveszi probléma... Elveszi az éhségérzetet. Nyilván probléma az is, hogyha egyszer elkezded szedni, és akkor eléred a célodat, de a legnagyobb probléma az, hogyha utána ilyen... akuttá válik nálad ez a dolog, és folyamatosan szeded, és közben nem figyelsz a táplálkozásodra, közben nem mozog, stb. Tehát, hogy nem egy egyszeri kúra, hanem hogy gyakorlatilag rendszeresen, mint más a C-vitamint, és vannak ilyenek. Kicsit megy 5 kiló, jön, megint elkezdett szedni. Egy darabig ilyen nagyon volt veszélyes. Egyébként az alkohol semlegesítő, arra emlékeztek? Igen, a benzinkutakon. Benzinkuton volt italformában, meg az volt gyógyszerformában. Kiózanot.
Igen, tudod, ez nem működött? Én nem próbáltam soha. Hülye vagy, nem azért iszom, hogy ezt egy gyorsan elmúljon a hatás. Ezt nem próbáltam soha. Elvileg igen, hogy kihozanozzát a vérből, nem hiszem, hogy el tud tűnni az alkohol. És azt hirdették, hogy üljél nyugodtan autóba. Az volt a legnagyobb átverés benne, hogy ugye valaki ívott mondjuk évfélig, akkor gyorsan megívott egy ilyet, és uh-huh. majd három. És ki tudtad játszani a rendőrt, lehelyen rám, tényleg nem is. Na megtaláltam, gyerekek, valamilyen szájza neve, tök mindegy, természetes pénisz nagyobbító készítmény. Nem csinálunk ilyen egyhetes teszt a lelke rovatot? Tök jó. Hmm. Szerintem tök jó. Vásárlói vélemények. Igazán nem gondoltam, hogy ennyi jótékony hatása lesz a terméknek. Igazából csak azért vettem meg a tablettákat, hogy a merevedésem megbízhatóságát javítsam. De meglepetésemre... Minden más tulajdonsága is megváltozott. Te jó. Aha. Könnyedén van, nagyobb. Jön mindegy. Péter H. Warren P. ezt mondta. Hosszasan kerestem egy biztonságosabb módszert a hímvesző megnagyobbításához. Uh-huh. Itt van. Hm? Megrendeljem neked? Nem, az a baj, hogy nem, most... Csak kíváncsiságból, hát ez te itt van. Kattints a rendeléshez, megtaláltam. Az van, hogy... Főoldal, bizonyított formula, hatásmechanizmus, vélemények. Hatásmechanizmus, azért rámegyek. Mondjad közben, mi van? Ne, csak azt akarom mondani, hogy majd, ha kifújtam mostani projektem, mert oda volt írva a használatot tudósításra a nagyító mellé, hogy hasonló hatású szerekkel ne keverje. Tehát egyelőre várod kell? Igen, most először nagyítózok, és akkor majd utána. De akkor van még mindig ilyen a piacon Magyarországon is? Van. Hm? Akarod? Neki csak menjünk. Kíváncsiságból. Ez a cucc tényleg működik, írja Edward. Edward Kaliforniából. Írjon SMS-t, akinek van Edward nevű ismerős. Ez a cucc tényleg működik. A tabletták szedése után egy hónappal kezdődött, és a felesége mondta, hogy nagyobb jobb. Uh-huh. Mindkettők uh-huh. számára. Én nem, most rendeltem meg három... A rendelés előtt mondta, hogy a nagyobb jobb Edward. Épp most rendeltem három havi adagot. Mennyire valós vásárló élmények ezek, nem? Tehát mennyire érzed azt, hogy ezeket tényleg nem valaki ott írta a marketing osztályról, hanem hogy ezek valós vásárló élmények. Megnézzük mennyit, csak kíváncsiságból. Félnek, mondjuk a múltkoriban még van 2 deci, de megrendelhetjük ezt is. Azt mondja, hogy egy darab doboz a 15 000 forint, 228, 337, 448. Nem olcsó. Nem. 10 monóra ugrottatok? Nem. Nem. Szóval, hogy 15.200-ért viszel egy dobozt. Aha. Nem próbáljuk ki. Na, de akkor 3-at kell rendelni, az már 36 000. Adjuk valakinek, aki nem tud róla, csak tegyük a reggeliébe. Jó. Mert tabletta formájában ott van. Svécizünk ki valaki. Várjál, úgy van, hogy mindig Jani hoz reggel egy ilyen kakaós csigát, vagy mit, pizzás csigát, és a felét odaadja a Zsülnek, hogy abban szerintem simán. Nem, törjük bele az Anna kávéjába. De ez... Jó, hát, és tudod, megnőne, megnőne a bal karja. Mondani, nem tudom, mi van velem, olyan furán hosszú a bal karja, amit ebből összeállna, és 10 centivel hosszabb lenne a bal karja. Mostanában teljesen lefittyett az orra, nem tudom, hogy mi van. Törjük bele a kávéjába egy hónapon nagyon keresztül, úgyhogy nem tudja. Nem tudja, hogy ezt csináljuk. Vagy Csabinak. Csinálunk minden reggel neki egy kis zöld salát, és azt mondjuk, hogy én balzsemecet harag. ami marad, harag. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Mi pedig a nagy csodaszerekről beszélgettünk, ugye, hogy ki mit rendelt már, ki minek dőlt be. Ugye a férfiakat és a nőket is tulajdonképpen megpróbálják ellátni különböző reklámokkal, ami ugye rájuk hat, férfiaknak potenciál növelőszer, hajnövesztőszer, nőknek combfenék kisebbítő, melnövesztő, balzsamos, nem tudom, gyógynövényes krémek, amiket meg lehet venni. És hát... ahogy látjuk az SMS-ekből, elég sokan, elég sok mindennek bedőltek már, és megvásároltak sok mindent. Kisfiamnak vettünk 5 hónapos korban elalvós tusfürdőt. Ha? De olyan jól sikerült, hogy csak aznap nem aludt 1 percet sem, reggelig megállás nélkül sírt. Elalvós tusfürdő. Mekkora kamu, nem? Elalvós tusfürdő, hát, nem láttam ilyet. Nyugtató. Aha, nyugtató igen, hatás. Majd jól alszik tőle a baba, igen. Arra igen. Építenek, ami a legjobban fáj, vagy a legnagyobb problémád abban az élet. Periódusban nem alszik a gyerek. Igen. Jelenleg a legújabb fogyasztó csodaeszköz egy lábúj gyűrű. 2 hónap alatt az ígéret szerint 10 kilót fogyhatsz. A lábúj gyűrűvel? Óriás. Igen. De cselesek, mert ingyenes étrendet küldenek hozzá, amit be kell tartani. Ez egy 1200 kalóriás étrend, amit ha gyűrű nélkül csak simán betartasz, hát akkor is fogysz. Hát de ez még mind semmi, várjál. Az oldalukon egy halott nőnek a képével tették ki véleményt, egy másik meg vesedonorra vár, és mindkettő amerikai magyar névvel.
te jó Isten! Aha. Okosan kitalálták, hát nyilván a sok pénzbe kerül, ugye, ez a, a vese dolog. Rengeteg magyarországi vásárló is megvette egyébként, és azt hiszik, hogy a gyűrű miatt fogynak, és nem tudják, hogy az étrend miatt. És még oda van írva kiegészítésként, hogy fuss napi egy órát. Igen, lábúj. 1200 gyűrű. De várj, mi az indok? Tehát mi hat a lábújon? Hát nehogy már neked kell ilyen elmagyarázni, hát egy pontot nyom a lábúj gyűrű. Balázs! Tehát egy reflexológiai talpreflexológiai pontot nyom, és azért fogy. Balázs, ezek a gyűrűk folyamatosan fejtik ki a hatásukat. A viseletével folyamatosan áramlik a testünkben a mágnesesség, és a különleges elhelyezkedése által a gyűrű folyamatosan masszíroz és ingerli azokat az akupresszúrás pontokat, amelyek hatnak a zsíregetésre. Hát ott kérdezhetsz ilyen butaságot, te. Nem te csinálod ezt a céget? De. Nagyon tanult vagy. Az a baj, hogy nem tudok hitelesen hazudni. Kopaszodásra kencéket vettem, hátszőrösödésre végleges szőrtelenítést, kidobott lóvé kb. 150 ezer forint. Van ilyen krém, amit bekensz, azt mondja a hátadra, és végleg leveszi a szőrt? Igen? Nincs hátszőröm, hál' Isten. Csak rá kell ragasztani még egy falmentes papírlapot, és nagyot rántani rajta. Szerintem ilyen nincs. Egy ismerősöm vásárolt interneten napenergiával működő ruhaszárítót 7998 forintért, kapott 20 méter zsineget, két csavart és egy használati utasítást. Jó, beszéltünk már, igen. Jó. Feng Shui módszerrel próbáltam mellett nagyobbítani, nagyon boldog voltam, hogy milyen sikeres a dolog, majd két hónap után kiderül, hogy terhes vagyok, azért nőttek meg a cickók, írja. Na várjál, viszont ha a Feng Shui-tól lettél terhes, akkor azt árulnám. Mert ugye ezt egy csomó ember szeretné, hogyha működne. Te akkor álljasz a Feng Shui-tól nem leszel terhes. Fordulj kelet felé, vagy mi? Igen, hajolj előre. A Feng Shui ez egy jó dolog, ő nem mondja hülyeséget. Hál' Isten. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, István! Szia! Igen, István. Hello, István! Na, te milyen tablettát vettél, vagy mit vásároltál? Hát én ezt a fütyűnővelő tablettát próbáltam ki. Na! Amiről itt beszéltetek. Komolyan? Hát, aha, aha. Hát nem volt ennek hatása, meg. Igazából nagyjából átfelésed. De az apropója mi volt? Tehát hatalmas volt, és szerettél volna egy égigérő passzújt, vagy szabad szemmel kevésbé volt látható, hogy szeretted volna, hogy a nők komolyan megyenek. Tehát mi volt az indok? Hát a méretem az átlagos, és hát csak gondoltam el, mert általában mindenféle van. Mások által átlagosnak mondott? Várt, hogy... Hát figyelj, a barátom nem panaszkodott eddig. Aha, hát akkor meg minek? Akkor... Csak mondom, hogy nő azt mondja, hogy pont jó, azt jelenti, hogy kicsi. Ezt higgyétek el. Hát igen. Édesem, milyen? Hát nem, pont jó. Nem, aha, paraszkodom. Jó. Hát, igen. Szóval, én értem én, hogy bevásároltál, igen. Na, és mennyibe került, vagy mennyi pénzt költöttél erre? Ez szerencsére úgy volt, hogy körülbelül egy olyan 10.000 forint volt egy ilyen havi adag, és pont akkor vettem mérőt, még hitelkártyám lejárt volna, mert tudod, ezeknek van ilyen érvényességi ideje, és úgyhogy emiatt is mertem megkockáztatni, hogy megadni hitelkártya adatokat, mert amúgy ja, féltél, hogy levesznek róla többet, igen. Na, megérkezett a szer, és mi történt? Bevetted az elsőt, kifizetted a pénzt. Igen, hát igazából ezek ilyen placebók szerintem. Nyilván persze, nem csak maga... Nem, maga a dolog, hogy ilyenkor minden este bemegy az ember egy colstokkal, vagy aznap a szabadságot vettél ki esetleg. Vagy bementél a munkahelyeden az ebédszünetbe kicsit rá, és még bedobok egyet. Tehát hogy működik önmagában? Ez érdekel, persze nyilván nem működik, hát baromság. De hogy csekkolod, vagy nézted? Persze, egy úgy hetente egyszer megnéztem, abban az egy nem fürdes sűrű. Mit ígért, hogy aktívan vagy passzívan fog nőni? Hát egyszer nézted, hát a napi egyszeri zuhanyzást azért az lehet. De a mérés biztos. Jó, hogy heti egyszer mérted? Aha. És volt ilyen, hogy azt ajánlotta, vagy azt állította a papír alapján, hogy mit tudom, hogy 10 nap múlva, vagy 2 hét múlva, vagy 1 hónap múlva, hogy volt ez? Igen, mit ígért tényleg? Hát ilyeneket ígért, hogy még egy hónap alatt 2-3 centi, vagy akár 5 centi is. És olyan volt, hogy mit tudom én, amikor láttad, hogy lejár az egy hónapok óta, leszortad világszirmokkal a hálószobát, aznapra Szabit vettél ki. És azt mondtad, hogy na majd most, hadd szóljon! Gyertyás vacsora. Amúgy nagyon csalódott voltam, hogy nem működött, úgyhogy nem történt ilyesmi. Aha, csalódott volt, hogy nem működött. Nem, úgy különösebben nem. Nem, persze, nyilván nem azért vetted meg, mert szeretted volna, hogy 3 centivel nagyobb legyen, persze. Értem el, csak úgy vitamin helyett az ember ezt úgy, csak úgy beszedi. És meddig szedted, vagy mikor jöttél rá, hogy abba hagyod? Hát ezt az egy hónapot úgy végigszedtem, aztán
nem is erőltettem ezt, mert gondoltam, mert alapból is, hogy ezek ilyen kamuszerek, de azért hát egy próbát úgy voltam, hogy megél. Végső elkeseredésedben nem vásároltál egy női oldalon melnövesztő szert és kentett be azzal, hogy hát ha működik, nem volt ilyen? Nem gondoltam, hogy énekesi pályára török, aztán én is hasonlókrat, mint a... Barátnőd veled van még, István? Itt van. Na, hát akkor jó. Na, hát akkor még nincs semmi gond. Olyan nagy baj nincs. Igen. Ő is amúgy nagy morisú hallgató, aztán... Köszönjük szépen. Maradt esetleg a szerből? Átvenném. Ilyen féláron átvenném. Jani bedörzsölné vele a homlokát. A talpamat hátha növök. Én azt hallottam, hogy Janinak nem igazán van szüksége ilyesmire, legalábbis az is. Szóval megkérdezném, honnan tudod, de nem akarok erre rákérdezni. Hát barátszőre tudom. Ja, igen. Jól van, István, köszi, ciao. Hello. Hát igen, egyébként ez a megoldás. Vagy magadnak egy tágítót, vagy a partnerednek egy szűkítőt, és már mindjárt. Igen. Úgy kínáltak cipőt, hogy ilyenben már lefutották a maraton. Írja a Lackó. De ő nem hazudott, lehet, hogy valaki egy ilyenben futott. Igen, sőt, már mezikláb is, akkor attól mit veszel? 10 éve Amerikában dőltem be a cicinövelő herbál készítménynek, hozzá kellett tennem, hogy az akkori férjem egyszer irogatott neki, hogy megműtette a melleit. Aha. Tehát volt egy kis nyomásgyakorlás, hogy ilyenkor az ember megpróbáljon zárkozni. Az mindig komoly monzer egyébként, amikor rá van írva, hogy csak természetes alapanyagok, meg hogy gyógynövényszerek, meg stb. Igen. Nekem azt mondta valaki, hogy a legjobb potenciál növelő a sárgarépa. Csak jó erősen oda kell kötni. Igen. Valaki írja nekünk, hogy van ilyen, hogy öregedés gátló készítmény, regeneráló készítmény, kapszula formájában megvásárolható, lassítja az öregedési folyamatokat, megköti a szabad gyököket, és ezáltal te lassabban fogsz öregedni. Ez milyen? Öregedés gátló készítmény. De mi a viszonyítási alap? Hát honnan tudod, hogy, igen, hogy milyen sebességgel öregednél, ha nem szednéd? Júj, de okos. Igen, hát nem tudod meg soha, hogy öregednél. Uh-huh. Igen. De jó, biztos kétszer ilyen gyorsan öregednék egyébként. De jó, hogy szedem. Úristen. Meg vagyok győzve. Szűzte a forte, írja valaki. Uh-huh. Nem tudom, két hónapig itt a mély gyomorra olyan durva hasfajtó, hogy minden étkezés után csak Kinder Pingvinben tudsz elmenni a budiig. Egyébként tényleg. Hát ezek nagyon jó. Igen. Egyensúly karkötő őrület, emlékeztek tényleg erre? Tényleg. Abból vettem párat. Persze, hogy jó lett és az arra... egyensúlyam. Az mire szolgált? Én nekem az nincs meg. Kipróbáltuk. De ez mi volt? Itt. Volt benne. Igen, volt bent. Úgy fölveszed, és akkor lelkileg, energetikailag, mint hogy egyensúlyba kerülsz. Meg fizikailag is. Tehát jó nagy maraság. Volt egy ilyen teszt, emlékszel, kiket nyújtani a kezed, és akkor... Én szerintem én nem voltam itt, vagy én erre nem emlékszem. Ja, lehet, hogy pont szarim volt. Én szerintem szarim voltam. És akkor, hogy egyensúly... Ha már elmondva is nagyon durva lett. Ha majd keres rá a neten, az volt a teszt, hogy egyébként oda ment egy törékeny 40 kilós nőhöz egy ilyen 100 kilós pacák, és meglökte karkötő nélkül, elesett, majd fölvette a karkötőt, a nő kitártott egy oldalra a kezét, és akkor nem tudta lenyomni a kezét. Jézus! Igen, de harmadszorra nem tudott produkálni semmit, mert hogy egy ilyen lakritikülel úgy szájon lett vágva. Fogyasztófűszerpor, írja még valaki, teljes nyugalommal behozta egy jó barátnőm a körömpörköltet megszórta a porral, és bűntudat nélkül megette, mert nagyon azt mondta, jó, hogy úgyis van rajta fogyipor. Nagyon jó. Fogyasztópor. Fogyasztófűszerpor, és beszórod a körömpörköltet. Óriás. Zseniális. Micsoda tudatosság, nem? Beszórod a körömpörköltet. Na jól van, oké. Köszönjük szépen az SMS-eket. Nagyon szórakoztató dolgok vannak, hogy ennek még mindig valaki bedől, ebben ez a megdöbbentő, hogy ez egy mekkora iparág. Hogyha megnéznék azt, hogy a magyar lakosság hány forintot szór el erre, egyébként mindenféle ígéretekkel ellátó szerekre, szerintem 100 milliók jönnének ki. Nem? Ez hihetetlen. Hihetetlen piaca van ennek. És még akkor nincs baj, ha csak elköltöd a pénzt, de ha nem lesz tőle bajod, akkor még örülhetsz. Igen, hát igen. Mert egyszerűbb tényleg fél perc alatt bekapkodni ezeket a pilulákat, meg inni rá egy pohár vizet, mint mondjuk napi fél órát foglalkozni magaddal. Meg nem enni meg a körömpörit, az bűn. Én foglalkozok magammal, de nem nő. Mert, hogy... ja, igen. Most egy hogy napi fél órát foglalkozom magammal, de foglalkoznék én többet is. Morning Show. A Klassz FM-en. Hello mindenkinek, drága sziasztok! Kompozó! Hello! A Hooligan zenekarnak, a kompon helyet foglaló Hooligans rajongóknak, a rockzene kedvelőknek, az utasoknak, a kapitánynak, és nektek. Hello Feri, hello Jani! Köszönjük szépen! Sziasztok! Jó reggelt!
Your heart, your soul. Nyelvereskedünk, mi amit az előbb kaptak. Gyerekek, egy vitorlás raj követ bennünket a vizen. Igen. Albatrosszok a levegőben, kesejük a fejünk fölött, tehát párducok. Cápauszonyok a vízben. Cápauszonyok, delfinek a víz körül. És nagyon integetnek a vitorlásokról, csak nem nyitott tenyére, hanem ökéllel. Kinek milyen tűnt el? Igen. A kempingben miért követtek minket? Négy-öt flottából álló ilyen kis vitorlás. Négy flottából álló vitorlás raj követ bennünket. Az egy hajó csak katamarán két törzsű. Jó, de igazából csak azok tudják, hogy hazudok, akik itt vannak a hajón. A másik másfél millió, nem ja, tudják, az igaz, hazudok. 8-an vannak. És van közben egy hidroplát, és egy drönók, és egy csatahajó. Figyelj, inkább hazudok másfélnek, mint 80-nak, érted? A 80 tudja, hogy hazugság. Ne, tényleg jönnek körülöttünk, tehát az egésznek nagyon jó hangulata van. Tihanyi ránt megyünk a félsziget felé jelen pillanatban. Így van, aztán irány Sárvár. Sárvár gyógyfürdő. Vagy hogy mondani szokták, a sárvári gyógy és wellness fürdő. De ez az irány, gyerekek, ez nagyon jó. Tehát hűvösben vagyunk, nem éri nap a kamiont itt a kompon, jó az irány, úgyhogy ezt kéne valahogy tartani, nem? Így van. Hát egy darabig tudjuk, de utána Keszthely jön, csak mondom, ha végig így megyünk. Na igen, igen, akkor fölmegyünk Keszthelyre, az nem annyira jó. Na, viszont Hooligans dal premier volt itt a Morning Show-ban, ugye az első rádiós premier itt a Class FM-en, itt a Morning Show-ban, a Hooligans legújabb, mondhatnám, még meleg dalának, friss dalának, pontosan, ugye, így az van. Idegennek. Az előkelő idegen, ja ez nem igen. Az Ákos, ja nem a Hello idegen, ja nem az meg ugye ők azt mondja, akkor az idegen. Lesznek-e jogi viták, Kassa Tibi? Tényleg most mi van, gyerekek, egy idegen hullám van? Vagy mi történik? A Hello idegen után, ugye, amit a Kassa Tibi elkövetett az emberiség ellen, most ugye... Jó dal, nincs ezzel baj. Most a Hooligans is ugye idegen, egyébként nagyon jó a dal. Hallgattam, direkt fölvettem. Rotációba mind a kettővel! De tényleg, kiváló. Halló, Jenő! A teszt dönt, teszem hozzá, teljesen komolyan. De hogy ez egy jó dal. De hogy mindenki most az idegenben utazik? Vagy mi van? Ez a menő most az idegen? Igen? Szerintem is. Hát figyelj, Pataki Attila elkezdi. Te is állandóan ezzel. Te is állandóan a három repülőtárgyal. Vége. Na, akkor erre fűzött rá itt mindenki. Na, sokan hiányoljátok, hogy miért nincs Hooligans élőben, miért nem adjuk ki. Gyerekek, mindenre gondoltunk. Csak egy picit türelmetlenek a Hooligans rajongók, azok, akik most nem lehetnek itt. De 8:30 előtt néhány perccel Hooligans dal itt a kompon, és Hooligans dal az éterben. Hoppa, hoppa, hoppacska. Egyszerre étes, kom meg éter. Egyszerre két helyen. Gondoltad volna ezt valaha is, mi? Micsoda te élőben, kompon is soha. Kompon, majdnem vizen, élőben, a rádióban. Úgyhogy 8:30 előtt néhány perccel a srácok újra fölmennek, mert hogy ugye mondjuk el, hogy kell ezt elképzelni, mert szerintem sokkal hallgatunk csak hallja, hogy mi történik itt a hajó, de nem tudja. Ugye a kamion... Hát várjál, van az a nagy tó Magyarországon. Van az a nagyon nagy tó. Balaton. Azon van ugye maga a komp. A kompon vagy a kompra ráállt a kamionunk. A kamionon van a konténer stúdió, és a konténer stúdió tetejére rendezkedett be ugye a Hooligans zenekar. Hány éves a kapitány? És abszolút exkluzív módon a komp tetejéről, a konténer stúdió tetejéről zenélnek, úgyhogy jönnek SMS-ek, hogy mindkét oldalon egyébként, a déli és az északi oldalon is hallják jó a reggel! Zenét. Tehát van, aki konkrétan írja SMS-ben, hogy erre kell. És ilyet még ők sem csináltak, pedig egy olyan hosszú pályafutásra visszatekintő rockzenekar, mint ők gyakorlatilag már játszott mindenen. Gondolok itt például Sörös Ládát. Hát ezt tudja minden magyar rockzenész, hogy azért vannak ilyen csodák. Abba például belegondoltál, hogy ez az egész vas, azt mégse süllyed el? Nem, Balázs csak abba gondolt bele, hogy 3 óra múlva fogja megtalálni az autóját a túlsó part. Egyetlen egy dologban merek belegondolni, hogy miért nem álltam föl a kompra, és alsó ősért tudtam volna menni Sárvárra. De nem, komolyan mondom, tehát, hogy nem mertem belegondolni, ahogy abban is, hogy egyébként Feri, te tudtad, írja egy hallgató, hogy angolul kompot jelent a nevet, hogy Feri. Azt a kutyafáját, de jó, hogy eljöttünk. Új, Feri. És egyébként... És akkor Brian Feri, bár Brian Komp. Ja, igen. Igen, konkrétan. De durva. Képzeljétek el. Na. Kimentem a mosdóba, de ez még nem akkor a sztori. De durva. Itt vagy otthon. Nem, itt meglátogattam a mosdót, és azt láttam, hogy itt mozog egy ilyen eléggé kigyúrt, jó alakú pali. Igen. És mindenki ez oda megy, és azt mondja, hogy ki... Az Olti Gabi. Ő is, de nem ő. Oda ment itt folyamatosan emberekhez, és mindenki mondta, hogy hagyjál már, ne, most ezt nem akarom, mindenki ez ment oda, és mondta, hogy tesó,
Tesó, 2000 ér, jósolok a tenyeredből. Hallod? Hát a jóska. Néztem, mondom, ismerősnek tűnt a sziluett, egy nagy darab is. Bucskó még nem volt ekkora. Bucskó még nem volt akkora, mondom, dolgozik a Neroból. De... dolgozik a Stromba és a Napozim. De hogy itt folyamatosan itt megy körbe, és mindenkinek jósolni akar a tenyeréből. Érted, hogy ő mit csinál itt? Vagy hogy miért csinálja? Értem, hogy mit csinál, hogy kiengedte föl. Hogy gyorsolni akar, és rájöttem, hogy ismerjük ezt az embert. Érte, de hogy kicsempésztem ide a Scitech Nutrition. Hogy itt van a frábátó is a hajó. Nem mondod! Ne már. Akkor biztonságban vagyunk. Hát ő vagy nem pont, száll föl hát, a vagy pont érez valamit. Igen. Vagy pont érez valamit. Valaki egy ilyen Costa Concordia 2-t. Gondolom reggel megébredt, és akkor valahol itt a közelbe kell lenni egy vízérnek. Azt nézd meg, hogy megtalálta. Nézd meg, frábátó, itt van előtted a Balaton. Volt egy jósol a tenyeremben, mondta, hogy nekem 1500 zsebben, mondom, hülye vagy, szólok a NAV-nak, ne csinálj. Nem, ő fizet neked, hogy jósolhassa. Mert ez egy blik címla. De Frabato is motorozik egyébként? Ezt nem is tudtam. Igen? Bizony, és hát, jósol. Bizony. Hát vagy valaki elhozta Olga a kocsiba. Nem tudom, mikor láttad utoljára Frabato. Egy horoszkópért. Egy horoszkópért, meg két Hartmann sugár kimérésért. Hát meg egy szerelmi kötés. Hallod, jósoljak neked? Na, persze, toljad fel, mert hallod, ha nem viszel alsó, és eltöröm az egyik kezed. Jaj, okay. És most még gyorsan adja ezért 3000-et. Komolyan, hát tudjuk már meg, hogy milyen napunk lesz, vagy hogy mit mondanak az égiek, vagy hát, hogy... Ha sokáig folytatjuk, így nagyon megvernek. Tudjuk már, hogy merre néz a sirály ma reggel, vagy hogy mit énekel az albatrosz, vagy hogy mit mond a kapitány. Igen. Hol van? Hol a Frabato? Vagy hogy mit mond a róka? Feri, látod valahol? Te vagy, vagy a mi szágúdó riporterünk. Aha. Arról sincs. Nem látta valaki a Frabatót? Adjátok vissza egy a Frabatót. Egy ilyen marhalagy szekrény. Így hol van. Valahol fekvő támaszozik. Na most várj, én úgy emlékszem, mintha őt látta. De ne izmozzál már itt, várjál, egy szőkenőt ölelget a hajó orrában, így kifeszített kezekkel, adjad már. Titanikost játszik? Ő is? Várjál, megzavartunk valami bizniszt? 2000-ért pont ennyire jósoltál, Frabato? Azt mondja, munkában van. Gyere már egy kicsit. Van egy nagyon fontos dolog. Egy szőke csaj mellől rángattad el éppen? Bizony, igen? Átölelte, hátulról kitártott kezekkel, vagy gyere, kitartott kezekkel. Magad. Gyerekek, Frabato is a kompon, hát ezt mindenféle. És tényleg. És itt van, Azt a mindenit. Szia. Nem voltál te mindig ekkora darab. Azt a mindenit. Hát csúnya szülés lehetett. Egy mikrofon vagy adjunk, vagy tegyünk elé. Figyelj, hát... Na várj, hangod is lesz mindjárt. Beszélj, hogy egy autogramot. Itt nincsen, akkor tartsuk elé a mikrofon. Hello, Frabato, jó reggelt, szevasz. Kiszúrtalak itt téged a tömegben, mondom, szerintem ez csak nem mertél integetni. Nem, hát mondom, nehogy ezt is leszámlálsz azt. Most is melóból jöttem. A szőke csajnak éppen csinálod a horoszkópját? Igen, az a barátnom. Igen? Ja, hát többször megcsináltam a horoszkópját. Hát figyelj, oda legalább egy szerelmi kötés dobjára, akkor azért is szólom neked, ha ugyanazt a babydolt veszed fel, mint kedden, akkor hatalom. Már alig járunk. Mit csinálsz itt velünk, drága Frabato barátunk? Jöttél te is egy kicsit? Én a Sörcsön helyi tag vagyok, hárlizunk, megyünk jobbra-balra, és ilyenkor mindig megálljuk a motorokat az idény, a szezon idénél. Hagyjál ezzel a hülyeséget. De Isten bizony, Alkon. Ha ezen a piroson átmegyünk. Büntetés lesz belőle. Tehát van egy ilyen motoráldás? Van. Van, kell is. Vannak ilyen kegyhelyek, például Alsőrs is volt egy baleset, igen, és akkor mindig kimegyünk. Az egy szép dolog. Úgy nyitjuk a szezont, hogy akkor nem lesz nekünk bajunk, hogyha másokkal foglalkozunk. De ilyenkor sirálytól alát kenegetitek a blokkot? Vagy nem, varruhájjal kenjük meg. Varruhály. Igen, de egyre kevésbé örülnek ennek a környezet. Tojás minden motoron el kell nyomni. Te nagy motoros vagy tényleg? Tehát jár, igen. A Johnny szép motoron van, ráülhetsz. A Johnny... De csak úgy, hogy... Hallod, de csak egy percre, kis köcsög. Hallod, te kis puncsgolyó, ugye? Hátsó ülés. Az ilyen kis szőkénkkel szoktuk szórakozni hátul a backstage. Öleld át a derekam, hátéred. Hát figyelj, mindenkinek szép motorja van. Hát itt ide jönni egy, mit tudom én, egy KTM-mel, hát az konkrét árulás. Itt olyan gyönyörű motorok vannak, itt mindegyik motor egy csoda önmagában. Igen, és a hátsó ülésnek ára van, azt tudjátok? Hogy? Igen? Nem tudjátok? Két horoszkóp, vagy mi? Nem, oda általában csajokat szoktak ültetni. Én tavaly egyébként le akartam jönni így a Alsőrsre. Tényleg júniusban. Egy Jáva Babettával csak decemberben értem le. Beraktak az oldalkocsiba. Van ilyen egyébként, hogy van problémátok más? Bármilyen motorral? Bármilyen motor jött a Alsőrsre.
Tényleg nincs ilyen, hogy kicsit ott úgy összezártok? Kinézzük, de... Ah, de jöhet, de kinézzük. Balázs eljöhetne, ha indulna az autója. Autóval is lehet jönni, de a Balázs az úgy... Gyerekek, én ebben az évben nyáron majdnem vettem egy háromkerekűt, az nagyon kellemetlen. Ezt én is elmondhatom magáról, de aztán nem. Elől kettő, hátul egy... Tessék? Az nem motor. Az tricikli. Nem, mert a sorok között nem tudsz elmenni, és ugyanúgy megázol vele. Tehát egyáltalán teljesen hülyeség? Nem, általában olyanok veszik motort, akik egy kicsit nincs meg az egyik lábuk, volt már komoly motorjuk. Jó, most és tudnak rendesen váltani, de hát kezdheted ebben is. Nem, azt tetszett meg benne, hogy megnyomok rajta egy gombot, és nem dől el a motor. Hát mondom, ha ezen ilyen van, ez kell. Jó. Gyerekek, ha ez ilyet tud, akkor az kell. Egy ilyennel begördülni a hátulra. A kábriót. Autó és ugyanaz. Egyébként. Én nem is vettem meg, mert valahogy nem gondoltam, hogy Suzuki öreg papperot elviszi a ballábamat, hát azért az még nekem kell, úgyhogy nem akartam motorozni. Hát figyelj, az egyiket kivetted volna, kicsit instabilabb a motor, de attól izgalmasabb az egész, nem? Hogy vegyél egy ilyet használtan? Egyébként hogy hívják ezt háromkor? Hogy kell? Hogy trike. Trike. Olyan használ, trike, eladó, Bill kapitány jeligére. De van lehet, hát ha lejöttök alsó, akkor rájöhetek egy trike-ra, biztos van lehet 3-4. Hát tavaly azzal jöttünk az utolsó pár kilométer, csak te akkor hátul az ültetek. Az a motor, Balázs, de várj, én nem olyan háromkerekű, elől kettő, és hátul, elől egy, és hátul kettő. Én olyat akartam, hogy elől kettő, hátul egy. Az nagyon csajos, Balázs, ezt meg. Most ezért gondoltam erre, ez nekem tökéletes választás. De mindenképpen kajálj előtte, mert akkor az az éhség trike, és hogyha ráülsz, akkor meg az ülő trike. Mentek ma este Best of koncertre, Frabától? Persze. Igen? Ott vagyunk végig, mától egész vasárnapig. Jó. Van kedvenc számotok a Best of? Hát persze, hogy van. Az összes. Az összes. Igen, a pocsolyában léptem sáros, úgyhogy mondom, ez zseniális. Senki nem játsza. A zseniális. Mi van a hasitasidba? Kérlek szépen a telefonom, mert tegnap vízbe ejtettem, és tönkre ment. Tehát kell vennem egy új telefont. Ha valaki tud segíteni, hogy Füreden hol van telefon volt, akkor szívesen fogadom az infót. Na? Ezt még én magamtól is megéreztem, hallod? A sétányon egyébként a cukrászda mellett van. Abszolút. Bemész balra a cukrászda, és a cukrászda mellett egy telefonból. Isten, mekkora kamus. De, nem mondd már! De, ismeri. Simán benyaltam volna. Én benyaltam, hülye, ott keresgéltem volna. Miért lövöl le? Miért lövöl le? De akkor a poén killer vagy tényleg. Figyelj, ott a cukrászda, bemész balra. Tihanyi Férsziget, remete lakások. Na, ott kerestem. Jó, de most egy pici csalódást okozta, én azt hittem, hogy van benne egy-két, mit tudom én, madárkoponya, amely zsugorított ember. Nem, Isten telefon, mert... De nyugtass meg, hogy legalább az E-heti TVR7-ből kivágtál egy horoszkópot. Volt, amikor én írtam. Jó pénzé. Na jól van, Frabát, imádunk, szeretünk, örülök, köszönöm, hogy jönszegy, vigyázz magadra, jó motorozás, meg jó mulatás nektek a Hádi Fesztiválon. Aztán csak óvatosan a Megamosz 3000-rel, mert nem lesz a legjobb. Kicsit állj le a fehérje porral, Frabátok. Köszönjük, drága vagy, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, Frabátornak köszönjük. Na, mi pedig nem sokára elmegyünk egy kicsit zenélni, mert hogy ugye megígértük, hogy lesz egy huligánzal élőben, még nem, még pár perc. Meg Feri megígért egy mutat egy-két akkordot a Tibinek. Így tartod az ujjat. Igen, Feri is egy kicsit iskolázik, úgyhogy nem sokára huligánzdal, de még ne indítsátok el, mert van egy-két fontos közlekedés hírünk. Közben kérdezik, hogy hol lehet bennünket látni. Hát aki a Tihanyi félszigeten van, kijön, lát minket. Aki a Siófok magasság, Szántód magasságában, Zamárdi magasságában van a déli oldalon szintén, illetve akinek itt végig... Agárdon gúbod a szeme, az nagyon félre megy. Azok nem mi vagyunk. Más illetve végig gúbad. Ugye a Balaton északi részén, bárhova, ha kimentek a Balaton szélére, egy nyitossanra, szabadsanra, teljesen mindegy, ott vagyunk a víz közepén. Na most az apátságtól például pont jó lehet bennünket látni. Így van, illetve van egy másik komp, ami szerintem ugye már... Szántó-Tihany között menetrendszerűen közlekedik. Itt kamion van, Klassz FM zászlók, tudtok jönni integetni. Nyilván mindenkinek nem tudunk visszaintegetni, de kapjuk az SMS-eket, hogy láttok bennünket folyamatosan. Nagyon örülünk neki, nem sokára egyébként jön a huligán szám, úgyhogy magnósok készítsik. Visszaszámolok, három. Igen. Előtte még gyorsan egy-két közlekedés. M3 a 142-es kilométer Budapest felé, Trafiak úton, ezt Jos küldte nekünk. Rendőrök mérnek Kisbér belterületén a KPM mellett a 81-es főúton Csasszi üzeni, és az M5-ösön az Ócsai lejárónál Kecskemét felé a korlát mögött szaladgál egy őzike. Megálltam, de nem tudom elkapni. Valaki tegye vissza a helyére, nehogy szegényt elüssék, ezt Peti küldte nekünk. Itt állok Siófok mellett, próbálok benneteket nézni, most derült ki, az ellenkező irányba nézek, de nem baj, megvagytok. Írja nekünk Kriszti és Gabi. Az alsősi strandra most próbálunk beszökni, még nincs meg, de biztos, hogy fogunk integetni, ha tudtok, integessetek vissza. Írta nekünk Krisztián, ha tudunk, akkor mindenféleképpen visszaintegetünk. Az irányzékunk a Tihanyi félsziget, ugye? Aha, tulajdonképpen erre megyünk most. Itt vagyunk.
Hát, oldalról sodródunk rá, a szigetre rásodródunk, ja, Jani. Jó, van, elmegyünk mellette, de rásodródunk. Te az igaz, hogy Angelina Jolie-nak itt van háza? Meg nem, már. A Brad Pitt. Az nem, az az apátság felé. Ja, azt hittem megvettem. Menő, de nem. Igen, nagyon szép, menjen, látogasson egyszer szombaton, nagyon klassz biopiac van, a Tihanyi biopiac. Na jól van, oké, Hooligans dal akkor jó, élőben, a fiúkra bízzuk, hogy melyiket indítják el. Mi belehallgatunk egy kicsit, jó, és onnan már mi nem is jövünk vissza. Hanem elmegyünk hírezni. Hooligans rajongók, zenekedvelők, rock and roll rajongók. Figyelem, a készítség. Magnósok. És figyeljetek, figyelem. Az lesz a zsűl, az lesz a dal vége, hogy köszi szépen, szevasztok. Igen. Így van. Vízlet Zalaegerc. Ez lesz az élő dalnak a vége. Így van. Úgyhogy itt egy exkluzív Hooligans koncert, amit most hall az egész ország, élőben a vízről, valahol Szántód és Tihany között. Nem kezdtek el zenélni, srácok. Kicsit elfogytak. Így van. Ebbaj, ha belecsaptok, gyerekek. A gomba, amit kerestek, a plaj feliratot viseli. Morning Show. A Klassz FM-en. Van egy nagyon helyes történetünk Santa Cruzból, ez az egyik bulvárlap írta, de beszéljünk róla két maradatot, hogy azért ott sincs minden rendben. Mert hogy az történt... Santa Cruz? Santa Cruzban de ez történt. Nem Magyarország, ez nem mondjuk Piri Santa Cruz. Hát nem, Santa Cruz ritkán Magyarország. Kábító injekcióval meglőtte az állatorvos a gorilla jelmezbe bújt állatkerti munkást. Mert azt hitte, hogy a főemlős kiszabadult a kifutójából. Az ápoló jobban van, bár nem kicsi sokkot kellett elviselni, mert azért egy ilyen altató lövedékben van dózics. Tehát hogy azért attól úgy megtérdelsz egy picit. Azért befúródik már a gorilla, nem biztos, hogy érzi, de egy ápoló. Állítólagosan azért kellett felvennie a jelmezt, mert mentési gyakorlatot oktattak a dolgozóknak arra az esetre, ha a gorilla kiszabadulna. De értitek az alapsztorit, hogy ott beöltözöl egy gorilla jelmezbe, mert mentési gyakorlat van. Hát azt azért el lehet játszani gorilla nélkül hogy is. Igen, na de várjál, tehát, hogy ki ment kit? Tehát ő beöltözött, ugye az állatkerti munkás beöltözött gorillának. Aha. Uh-huh. És ő lement négy kézláb, és elkezdett az állatkertben szaladni, hogy eljátszák azt, hogy milyen, amikor a gorilla kiszabadul? Evett ezt, azt, lengedezett ott néhány indán. Nem szóltak a legilletégesebbnek, az állatorvosnak, és a doki az ugye, mivel a jelmez túl élethűre sikeredett, a marha azt hitt, hogy kiszabadult a gorilla. Hát nézd már! Na, nézd már, milyen furcsa viselkedik Pedro! Hozzátok a flintát, öcsi! Na most figyelj, mekkora a dózis egy 200 kilós gorillának? Hát? Tehát ezek ilyen 200-300 kilós, ilyen kis szürke hátú, ilyen kis... Nem, tehát nem egy 80 kilós emberre tervezték ezt a dózist. Altató, pont a háromszorosát kapott. Pont a háromszorosát megkapott, egy altató lövedék vagy kábító lövedék, ezt egyébként nem tudják. És... De hogy volt, hogy ül az orvos, ez úgy néz ki, mint a strandon az úszómesterek, hogy ül az orvos egy helyen, vagy ő ült az irodájában, és egyszer csak kinyitva volt az ablak, és azt látta, hogy az állatkert, nem tudom, macska kövén fut a gorilla. És mint a Kennedy gyilkosságnál a könyvtárból kirakta a puskát az ablakon, és kilőtt a gorillára? Vagy az orvosnál mindig van egy puska egyébként, az állatorvosnál, aki ott ügyel az állatkertben, betárazott és belengedett kettőt a gorillába? Lehet, hogy a reggeli rutin volt, mi meg akarta nézni a vemhes fókákat, és akkor elindult, és akkor ment, fügyrészgetett, nézelődött, stb. Egyszer csak jól a pislatot, és még mit látod? Pedro, a gorilla, ott ugrál nagyon furán. Jobb vagyok. Az is érdekes, hogy az a gondozó, aki eljátszott a gorillát, az hagyományos mozgást hozott akkor valószínű, vagy ő csak itt két lábra állva sétál, de akkor ő leereszkedett négy lábra, bár a gorilla ugye föl tud egyenesedni. Figyelj, hogyha a hagyományos, mindegy. Ha a saját mozgását hozta volna a gorilla jelmezbe, akkor valószínűleg egészenetesen meghaksizott volna az állatos, azt mondta volna, hogy atya úristen, majmok bolygója, öltözetre ébredt, a gorillák már fejlődtek. De az is elgondolkodható, hogy miért van gorilla jelmez egy állatkertben. Hát, a gyerekek miatt. Ott, tudod, hogy nincs szünnap. Ha a gyerekek gorillát akarnak látni, akkor gorillát kell, hogy kapjanak. Ez egy profi állatkert. De nem, hát a Santa Cruziak annyira lelkesek, hogy ők, ha eljátszanak egy ilyet, hogy a gorilla kiszabadul, ahhoz hoznak gorilla jelmezt. Mert tényleg egyébként mi értelme van? Hát most attól még valaki nem lesz 200 kilós. Kedvéért. Az orvos képességeit azóta már kétségbe vonták egyébként, de hogy jól szerepelt, mert hogy lából lőtte a szerencsét. És első lövésre eltalálta. Első lövésre azonnal belelőtt, a durva az, hogy hál' Istenem bénító injekciót kapott. És hogy nem szem előtte. Mert hogy abból sokkal durvább baj lehetett volna, mondta a Loro Park szóvivője egyébként a Reutersnak, és hát lehet, hogy kirúgják a dokit.
De miért rúgják? De most ő végezte a dolgát. Hát ő neki nem szóltak, hogy ott gorilla gyakorlat van. Hát most én állatorvos vagyok, és látom, hogy a gorilla kiszabadul, hát lából lövöm. Hát figyelj, megfékezte a fenevadot. Ebből bele lehet halni? Hát biztos. Tehát, hogyha kapsz egy komolyabb bénító... Nem, hogyha bénító injekciót kapsz. Nem a gorilla jelmezbe. Hát, hát így egyébként, vagy pedig sokáig lehet aludni vele. Érted? Tehát ez a, most lehet, hogy jó húsban volt ez az ápoló, akkor mondjuk olyan 100 kiló körül volt, vagy 110. Amíg csak kétszer akkorát na kapott. Na jó, hát de kétszer annyit kapott. Hát azért attól megfekszel. És nem? Próbált még beszélni vajon, amikor meglőttek, és erre az orvos lőtt még egyet, és még már beszélt is. Le akarja venni a fejét, nézd már, megbekték, veszett a gorilla, akarja szedni a fejét, dehogy a fejét akarja, csak a jelmet, leszedi a fejét. Még egyet, eredtál bele? Megveszett, a fejét akarja letépni. Hozzé Armando egy tartalékára gyorsan. De ez megvan, amikor mondjuk még senki nem rohant oda, mert a gorilla másfelé futott, az orvos belelőtt. És odament, tudod, a fegyvere a hátán, igen. Rátette a ballába, aha. Készült egy fotó. De előtte még belerugott kettőt. Na, az ox még rajta. Igen. És ebben a pillanatban így a gondozóról így legurult a gorilla fej, tudod? És akkor jössz rá, hogy belelőttél egy emberbe. Azért az... De most ezért miért kéne kirúgni? Hát ő végezte és tette a dolgát, nem? Azt hát rúgják ki, aki nem szólt. Neki senki nem szólt, ennyi. Hogy ott gyakorlat van a Santa Cruz-i állatkertben. Mire ő betárazott, mire ő ezt kitalálta? Azért az percek. Én nem gondolnám, hogy ott egy állatorvos a hátán fegyvere sétálgat, nem? Hát de miért bármikor lehet olyan helyzet, amit meg kell oldanod, akkor nem lehet neki ott van egy betöltött fegyvere? Hát persze. Mindig van nála. Meg ezeket viszonylag gyorsan be lehet tölteni. Meg újra tölteni, és újra tüzelni, és újra, és újra. Ha még mozog. De tényleg egyébként ez egy érdekes szituáció lehetett, amikor legurult a feje. De én gondolod, amikor leszedik a feje. Istenem, megevett egy ápolót! Egészben lenyelte a Bélát. Nézd, ez nem a Józsi, megette az egészen. Igen, ezek a riadók, én nem tudom ennek mi értelme van. Bár jó, ha az állatkert ezt leszimulálja, ez nem rossz. Hát ez olyan, mint a tűzrendészeti vagy a bombariadó gyakorlat. És akkor ebben a Santa Cruz-i állatkertben egyébként minden állatot letesztelnek? Tehát van úgy, hogy meghívják a kínai artista csoportot, adnak rájuk egy zsiráfjelmezt, és négy kínai artista zsiráfnak öltözve rohan. Tehát hogy akkor ott mindenki szabadul és a Santa Cruz-i állatkertben? Bemennek az akvárium részbe, és a vitorlás alakra is. Szökni akar! Igen. És akkor mindig eljátszák, hogy kiszabadul a jegesmedve, összekapaszkodnak, jegesmedve jelmezt húznak, és utána rohannak, mint a jegesmedve. Hát csak így történhet, de hányan alkotják a zsiráfot? Na ezért kérdezem, hogy azért az elefántra... Azért érted, és az óriás kígyó. Igen, azért ott az elefántra össze kell kapaszkodni néhányan. Jó, de ez megnyugtat, hogy a Santa Cruz-i állatkertben egyébként. Odafigyel az állatorvos, gyakorlatoznak, ha kiszabadul a gorilla, nem? Én a müncheni állatkertben voltam, ott nem láttam ilyet. Még meglepődtem volna azért ott fut valaki gorilla jelmezben. Nem arra gondoltam volna, hogy ez egy állatkerti gondozó gorilla jelmezben. Akkor arra gondolsz, hogy kiszabadult a gorilla. Nem? Attól lepődtél volna meg igazán, hogyha láttál volna két összeragadt bodobácsot. Az volt. Akik rohadt nagyok. És női vagy férfi gorillának öltözött a ápoló? Hát, mert ha női gorilla, és az igazi meg megtámadja. De hát, de honnan tudod megkülönböztetni őket? Hát, mit tudom én, ha van a hajában? Gorilla? Hát nem. Mert a pápián megtudod. Láttam Münchenbe, a pápián megtudod. Látszik Az nem, hogy látszik. Nagyon látszik. Hát azt konkrétan, tehát hogy az... Befogtad a Benny szemét és a Vikiét is. Hát a Vikiét nem tudtam eltakarni, mert a nagyon kíváncsi volt. A könyv kicsorult a szemedből az irítségtől? Hát besárgultam. Tehát azt gondoltam, hogy várj csak lennék hallad. Egyszer. Csak egy órára hadd legyek pávián. Szóval ők ott azt úgy büszkén viselik. Ott meg tudod mondani, hogy ki a hím. Ki a nőstény egyébként. De ilyet, itt most gondolod, de fut az állatkertbe egy gorilla, hát nem arra gondolsz, nem, hogy gyakorlat van. Nem. De én összetolnám magam. Jön veled szembe egy ilyen 200 kilós ezüst hátú. Ez a hanga megint kitalált valamit, én nekem ez lenne az első. Milyen játékos? Nézd kislányom, hogy fut azzal a gyerekkel a vonala. De mi emlékszem iskolákban ezekben a tűzriadókra, emlékeztek, hogy annak mi értelme volt, mikor mondták, hogy 10 óra, 10 perckor meg fog szólalni a tűzriasztó, készüljünk fel rá, és amikor már összeálltunk az osztályteremben libasorban, vagy egymás kezét fogva, ami ugye nem reális, ha valódi tűz van, mert akkor nem állsz össze. Bejött a tűzrendezés, és azt mondta, hogy maguk mind halottak. Mondta, hogy nem lesz tűz, de amikor meghalljuk a kolompot, akkor hosszú tömött rendezett sorba vonuljunk az iskola udvarra. De már 5 perccel előtte ott kellett állnunk kézen fogva,
és vártuk, hogy megszólaljon a tűzriasztó. Ment a kolompolás, és a tanárnéni megmondta, na, nem jó, még ott álljatok szemben. Igen, össze. Álljál szóval szemben, mindjárt megszólal a riasztó, megszólalt, levonultatok. Annak mi értelme azon ki, hogy elmaradt a tanítás? Mert hogy rendezetten vonultál le, hiszen tudtad, hogy tűzriadó van. Nem? Gondold el, hogy mit szólhattak Feriék, akiknél ugyanannak a síndarabnak az ütögetése jelezte az ebédet is az iskolát. Nem tudtuk, hogy hova induljunk. Jó, tehát a kolompot megverték a marha nyakába, így rögtön hazament az összes tején. Mondják, hogy akkor reggelihez. Reggelihez. Jó, nálunk az osztályteremben a szalmabálán ültünk, az tűzveszélyes volt. Érted? Ott bejött a tanárú, kivert oda a pipáját, érted? Azt írja valaki, fiúk, egy nyíregyházi állatkertben megérkezett a panda. Igen? Nem á. Az igazi, na, vagy, vagy lézingelünk egyet a kínaiaktól? És várták? Igen, tudnak róla? Nem, van pandánk, és erről mi nem hallottunk, és az nem olvastunk. Az nem, szerintem az nem panda. De mi azok, a papanda? Azok szerintem ezek a... Valaki összekeverte az opuszumot a pandával? Vagy M.I.T. M.I. ezt írja. A nyíregyházi állatkertben megérkezett a panda. De ezek nem azok a pandák, nem a szó valódi értelmében pandák, ezek a macskamedvék. A vörös macskamedvék, amiket így pandának is szoktak nevezni. Ja, azért, hát mondom, vörös azért panda. Az kapott volna. Ja, ezek a macskamedvék, így ugye? Így van, de azokat általában... Ismerem, hát azok ilyen kis pici, ilyen kis lópikulák. Hát ne kicsinyítjük. Nem, nagyon cukik egyébként. Nagyon aranyosak, de nem viszont panda. Viszont aranyosak, nem csak panda. Hát úgy szokták csinálni, hogy általában promóciós anyagokban inkább a panda szót emelik ki, mert hogy az picit nagyon vonzerő, és akkor zárójában vörös macskamedvék. Azt mondom, hogy éveken keresztül lobbiztunk itt, hogy legyen pandánk, meg mondtam, hogy beszéljünk a kínai konzulla, meg mondva erre megérkezik ugye egy nyíregyházi állatkertbe egy panda, hogy nem tudunk róla. De akkor ezt tudom, én láttam miért a müncheni állatkertben. És ez egy kis helyes, ilyen iszonyú kis seróka, kis állatok. Se medve, se cica, tudod, valami fura a torzulása a természetnek, így a róka, a medve, meg a cicát így egybe mossák. És ha vöröset lefested rajta feketére, akkor el lehet sütni, mint a rendes panda? Nem olyan a testalkat. Ha 4-5 összekapaszkodnak, akkor... Még egy sebész is kell hozzá. Te nagyobb esélye egy kis barna medvét befestesz, akkor azzal nagyobb esélyed van arra, hogy igazi pandának nézik. Ezek ilyen pici állatok, tehát ezek nem nagyok. Ezek ilyen róka szerint. Jobban járnak egyébként, a nyíregyháziak is szerintem sokkal jobban járnának, hogyha leleveznik ezt a dolgot a Santa Cruz-i állatkerttel, hogy küldjenek már egy panda jelmezt. Meg egy oktatót, aki betanítja valamelyik nyíregyházi gondozót, hogy sétálgasson ott a ketrecben, kiszúrná már ki, nem? Nem kell sétálgatni, hát de panda vagy a hátadon fekszel. Én láttam a kínai állatkertben, olyan rohadt unalmasak egyébként, be voltak rakva üveg mögé 8-an, az egyik néha egy fölnyújt, leszedett egy kis bambusz, abban nagyon unottan belerágott, a másik még ilyen széttett lábbal, 6 másik feküdt, és meg nem mozdultak, mondom, tudja, hogy ezek ilyen kínai statiszták, akiket ide így beraknak, fölhúzzák ezeket a kis panda jelmezeket reggel, és akkor ott ül a kis hülye, meg a kis Xian, és egész nap meg sem mozdulnak. Basszus, rohadt unalmas lehet, nem? Dög unalmas a panda egyébként. Ott fekszel, és csak egész nap bambusz. Köszönjük a pénteki adagot. Figyelj, hát most ha a magyar állatkertek közül valaki bevállalós lenne, akkor simán megcsinálna, hogy egy hétig valakit beöltöztetne pandának. Azt mondja, a világ legjobb állása, semmit nem kell csinálni, ülj be egy üveg mögé, és mit tudom, és kapsz. És egyéb bambuszt, és kapsz 1 millió forintot. És egy hétig furra keresték magukat azzal, hogy mindenki menne pandát nézni. Bejössz, leveszed a kis jelmezedet, lerakod, lecipzározod magad, aztán hazamész. Nem csinálnád meg, ha lenne egy saját állat? Tudod, mit csalnék én a saját állatkertem? Tudod, mennyit csalnék? Fél nálam csak hamis állat lenne. Az első magyar állatkert lenne, ahol panda bocsok születnének. Macskákat festenék át. Oroszlándát. És most Leo. Anatómiailag talán azért ott vannak kompatibilitási problémák. De... Simán varratnék, festetnék medvejelmezt, és elmondanám, hogy csak itt, csak nálunk, nem tudom, a turkevei állatkertben valahol nyitnék te állatkertet, megérkezett a kínai leasingelt panda. Beraknám oda Józsit, befeküdne üveg mögé, a büdös életben nem derül neki, hogy kamu panda. Hogy fejted meg? És ott feküdne egész nap. De miért állatot? Jobb ez a izé. Én széthamisítanám magam. Jobb biztos. Ez a Molett bácsi beöltözve, és akkor a családtagjét behozná a gyerekeket, mert ő tud rájuk hatni. Aha. Kusoltam, brumogtam, mert nincs mesest. Nem? Zsül egy kis mellékes a hétvégeként.
Mire lenne jó? Melyik hát, állat? Hát zsűrpandának tökéletes lenne. Mondjuk tényleg az. Figyelj, zsűr, rádadnám, figyelj, dögre keresnénk magunkat, százalékot kapnál, minden pandát, külön belépőjegyet szeretnék a pandára, és minden panda utáni megvett belépőjegy után 20%-ot megkapna az, aki a pandát alakítja. Titoktartási tirat nélkül, beraknék neked egy csomó bambuszt, és egy órában 5 perc... Nem vagy allergiás a bambuszra? Egy órában 5 perc pihenőt kaphatnál, amikor elmész hátra a takarásba, leveszed gyorsan a jelmezt, eszel egy kicsit, iszol egy kortyot, visszajelmezd, és megint visszacammogsz. Hülyére keresni magad, és az évszázad átverése lenne. Hát valamelyik állatkert megcsinálta, hogy lefestettek bengáli tigriseket fehér tigrisnek, vagy mi volt? Talán a kínaiak, ugye? Ez, beszéltünk róla egy-két hónappal igen, ezelőtt. Igen, mert az albinok azok sokkal ritkábbak. Állatot megfogták. A rózsaszín pláne. Lemeszelték a tigrist, és fehér tigriseket csináltak. És mindenki ment, hogy anyád, fehér tigris, úristen. Oda néz, rózsaszín tigris, mi történt, belevett a flamingó kajájába? Igen, oda néz. Mennyi pénzt tudnánk ebből? Elmennétek, eljönnétek az állatkertembe, ha lenne panda? Én el. Tehát azt mondanám, hogy Magyarországon először Bali Zoo panda, gyere nézd meg. Leasingelt pandák, oda jönni megnézni. Nem? Ott feküdne a zsűr. Hülyére vennénk benne. Például tudok egy közgazdasági szakembert, aki beöltözhetne például a kameleonnak. Csomó irányba tud nézni. Az a baj, hogy sokan ismerik, rá is húz, rá, húzni kéne valami kameleon. De szerintem ez nem rossz ötlet. Én biztos, hogy hamisítanék. Képzeld, ekkora szenzáció lenne, hogyha egyszer csak feltűnne a zsűr a piszoároknál, ahogy ott áll. Ott áll, és összetek könnyít magám. És akkor kérdeznék, hogy de hát megszólaltatjuk az állatkert igazgatóját, hogy honnan van a panda, hát a kínaiak nem nyilatkoznak. Van. Van. Örülsz, nézed, fizetsz. És mit akartok még? Igen, mi kell még? Add le a listát. Örülsz, nézed, fizetsz. És az milyen mókás lenne? De hagyd kérdezz be. Van. Itt van. Ja, nézed, örülsz, fizetsz. Bocs. Nem? Van pandánk? Van. Akkor van. Meg... Kérdés? Nincs. Nézed. Fizet. Nézed, nem eteted, nem simogatod, tovább mész. Nem kurkázod, nem nyúkálsz, tovább mész, fizet. Így nézed. Fotózod, posztolod, kus. És csak így. Nem jönnél-e Bali alternatív állatkertjébe? Nem bámulsz, fizetsz, nézed. Csöndbe vagy. Kérdés? Nincs. Nézed. De az a panda kus. De hadd kérdezz meg, csöndbe vagy, nézed. Panda, örülsz. Aha, de hát csúnyán beszél. Befogod a szállat. De visszainteged. Kacsintod, de kacsintod. De láttuk a takarásba, levette, csöndbe vagy, nézed, panda. Mit mondtál? Hülyére keresni magunkat. Figyelj, 600 forintért levarratok egy panda jelmezt, és akkor az már nagyon jó. 600-ért, most makkal megvarrom neked. Ördögszekérbe. Ördögszekérbe, ketten összeállunk, egy óra alatt levarrunk egy panda jelmezt. Arra figyelj, hogy legyenek rajta tényleg rejtett ilyen kicsi cipzárok. Tehát ne olyan legyen, mint ezek, ahogy hívják, ezek teljes testes aláöltözetek, hogy egy nagy mozdulattal tudod csak magadról leszenni. Legyenek rajta megfelelő helyeken, alul, felül, elő, hátul, kis rések. Megkönnyíteném Zsűl dolgát, gyorsan tudnád egyet pisélni. Nem kell levenni, fejlekap, kulacsból iszik, hát megcsinálnánk. De aztán figyelj Zsűl oda, hogy törölsz, mert mondjuk egy barna medvénél nem furcsa, hogyha hátul foltos. Még biztos, hogy nem az állatkert szóvivője nem az Anna lenne. Hogy árulna el minket egy pillanat alatt adnak ki a komplett magyar sajtónak, hogy ő ismeri a szálloda igazgatóját, vagy az állatkert igazgatóját, nincs is pandája. Ő tudja, hogy ez egy hamisítvány. Mennyi idő alatt adnak ki bennünk? Nem panda. Igen. Mit mondott kérdésen, nem panda? Ja, semmit. Jöjjenek, minél többen nézzék. Meg nem panda. Ez az állatkert hazugság. Jöjjenek. Persze. Jön az egész. Na, őt biztos, hogy nem venném be az állatkertistába. Hát nem, őt beöltöztetnénk valaminek. Tényleg. Delfint hogy hamisítaná Balázs? Az sincs Magyarországon. Micsoda, eddig nem volt. Rossz. Delfin, az. Nézed, csöndbe vagy, fizetsz. Aha. Az. Ott úszik. Ott úszik. De hát nem is úsz. Az, nézed, fizetsz. Az nem a Feri. Nézd már, kijött a vízből. Nem jött ki, visszamegy, nem dumálsz, fizetsz. Nézd a kis cerkofa, vadon. Jaj, gyerekek, hogy miért nincs állatkertem? Komolyan mondom, hát simán. A nagy panda hamisítás. Na jó van. Morning Show. A Klassz FM-en. 3:48 múlt pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek. Miskolc környékén Fekete Oktáviából mérnek a 37-es úton. Ez jött most, valamint egy SMS. Tegnap este közegén odajött hozzám egy tökrészek tag, és azt mondta, mi ég a nappa, vazeg, nitrogén, de azért ügyes voltál. Majd eltántorgott mellőlem, üdvözlettel a tegnapi sárvári 3-as ugrás játékos. Mi ég a nappa, nitrogén, de azért ügyes voltál. Ha igen, tegnap ugye ez volt az egyik kérdésünk. Angol rendszámú tréler az M1-esen mit szállít?
Három bilikék Trabantot, írja Szabolcs. Azt már ott érték, arra felé a Trabi. Igen. Busz áll, lassú a haladás a Sashalmi Hév megállónál, méghozzá kereszteződésben, ez Eszti küldte nekünk, és Balaton Fűszfőn a 71-esen útjavítás van, elég nagy a dugó, aki tud, az kerüljön. Na igen, megértek a hallgatók, hogy miről beszéltünk pár hónappal ezelőtt, mert az állatkerti hamisításokról a kínaiak kutyákat tettek be, és azt írták ki, hogy oroszlán. Emlékeztek? Van ez a kaukázusi kutya, ez az viszonylag nagy testű. Kicsit feltupírozták a szőrét, és berakták őket, és eladták, vagy próbálták eladni őket, hogy oroszlán az állatkertben. Kis tigris. Kis tigris, kis oroszlán, vagy középtermetű oroszlán. Tehát ők tényleg ráálltak erre az állathamisításra, úgyhogy én ebben komoly perspektívát látok egyébként. Azt írja valaki, hogy adjunk Frabátóra jelmezt, panda jelmezt, és 2000 forintért még jósolna bambuszból. Sanya. Plusz bevétel, nem rossz. A jósoló panda maci. Na jól van. Oké. Megnézzük, hogy kivel játszunk ma. Már itt is van a játékosunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Laci, hello, jó reggelt. Sziasztok, srácok, sziasztok. Szia. Hello, Laci. Mi volt ez a hang, Laci? Ez tehenek, mellettem van körülbelül 100 tehén. Ha emlékezel rá, akkor tavaly írtam ilyet, hogyha nem haragszotok a kitelepülésre 100 tehénnel, nem hajtanék oda, hogyha emlékszel ilyet. Igen. És hálások igen, is látod? Voltunk érte. Igen. Na, hát látod. Volt már hallgatónk, ahol behaladszott a tehénbőgés, de akkor az nem te voltál. Meg a birkapásztorunk. Birkapásztorunk is volt, igen. Igen. Rengetegen hallgatnak benneteket, ez a jó, nem? Ez nagyon, nagyon jó. És ott vagy most kint a tehenek társaságában? Így van, este 6-ig. Kint vagytok a legelőn? Így van, kint a legelőn, el vannak, nincs probléma. Hát például őt belehetnéd a bizniszbe, mert a 100 tehénből csinálhatsz egy 20-as gnúcsordát, kis átfestéssel. Igen. Na? Hát a szelidekből legfőjebb. Nem, én csak az exkluzívra mennék. A tehenet megcsinálnám, adnék rá egy nagyobb szadzs, azt mondom, minimumot. A gnúcsát bárhol. Ez az igazi, még soha be nem mutatott minimumot. Rohadt amíg megszólal, addig nincs gond. Rohadt nagy visszafelé forduló, hatalmas nagy, tudod, ilyen kis, mi ez? Szarv, ugye? Nagy szőrá, és meg lenne a minimumot. Hát ugye a bika az 1 tonna és 400 kiló, az még talán. Atyaisten. És ő is ott van most veletek, vagy igen, ilyenkor csak... Igen, ő is itt van kint, így van. Vigyázza a kis nyáját? Hát nem vigyázza, hanem vigyázza a nőstény tehenek. Aha, ápolgatja. Kezelgetik. Jó sora van. Hívd már oda. Hát, szólj már neki. Egyszerűen. És hatkor, vagy küldök róla egy fényképet. Hatkor ők hazamennek, vagy te is hazamész velük? Vagy akkor jön a váltás? Mindegyik megy a saját helyére, mert ugyanis ez nem egy gazdának a tehene, hanem hat gazdának a tehene, és mindegyik tudja hazafelé az utat, szépen szétszélednek, ez jobbra, ez balra, ez ember, és hazamennek. Mondd meg neki, ne dumáljon bele. Tudjunk. Valaki. Nem csak borja van, és szeretne hazamenni hozzá, de nem lehet. Édesem, hiányzik neki a gyermekem. Ők tudják, hogy hova kell menni, ugyanúgy, mint a lovak? Tehát, hogy kihajtod őket egy faluból, és ő tudja, hogy a hatos kapu zöld kerítés, és ő szépen elindul, és hazamegy? Igen, tudja, mert már nem újak, tehát 3 éve kint vannak együtt. És akkor mindegyik az autót tudja. Az jó, ez igen. Szóval nagymám is mindig mondta, hogy amikor hajtottak teheneket, akkor ugyanúgy mondta, a ló magától hazamegy. Hát nálunk a faluban, hogyha ügyes volt, akkor azt is megtanítottad, hogy becsukta maga után a kaput. Aha, berúgta lábbal. Na hát jó, az egy kicsit túl. Hát ne, de komolyan. Igen. Bement, kivett egy deci szódát a hűtőből, csinált magának egy fröccsöt, majd kiült az istálóba. Igen, egy napernyő alá. Igen. És neked mi a dolgod? Van egy kutyád, aki terelgeti őket? Vagy... Igen, van egy nagyon jó kutyám, most kaptam. Volt eddig 3 kutyaütő, de azokat elzavartam, mert csak a kaja érdekelte őket, utána meg pihi, úgyhogy most kaptam egy nagyon jó kutyát egy barátomtól, és most ez teljesen jó. Milyen valami kis terelő, ilyen kis moody? Igen, kis terelő. Nem puli, ilyen kors, de nagyon-nagyon jó. Hát úgy fogja a tehén lábát, hogy hajjaj. Nincs ellenvetés. De jó, ritkán hallani már az ember, hogy valaki olyannal tud beszélni, aki még ezt a foglalkozást űzi, nem? Egyébként én elmondom neked, hogy papíron rendszergazda vagyok, de nincs semmi meló. Tehát 3 éve munkanélküli vagyok, és ezt csinálom, mert szeretem az állatokat. Na, azt akartam pont mondani, hogy nyilván rendszergazdaként valami jó céghez bekerül, sokat lehet keresni. De most persze. Egyébként meg kín vagy a mezőn, jó levegő van, nyugi egyébként van. Egyébként ez nagyon jó. Hát csak Balázsnak mondom, hogyha a repülők nem permetezték volna szanaszét ma az eget, akkor azt mondanám, ugye? Hogy tényleg jó. Megint a csíkok. Igen. Ugye? Igen. Már neked is van időd agyalni a hülyeséget. Biztos. Fél évig kín vagyok, és figyelem minden nap. Fél évig kín vagyok, de ez nem jel.
játék. Ez Balázsnak teljesen igaz, nem, a srácok majd rájött. Igen, a medve és a chemtrail nem játék. Igen. Igen. Figyelj, hogy, és akkor aki egyébként tehén csordát hajt, ő micsoda? Gulyás. Te gulyás, mert ugye a kondás, a kanász, a gulyás, igen, a mit, annyi minden juhász, lehetsz, te a juhász, ugye, a csikós, mondjuk az úgy inkább a lópásztor, de hogy akkor te vagy a gulyás? Gulyás, így gulyás. Van. A gulya őrzője, milyen szép így van, ez, jó, nem? Így van. De akkor mi az a krumplis, marhósos, sűrű leves? Rendszergazda. Hát gulyás. Figyelj, és a teheneken látsz valami változást, amióta megjelentek rá, olyan sűrűn az égen ezek a chemtrail csíkok? Nem, az a helyzet, hogy csak nem játék. Mondom neked, hogy olyan növények, olyan vadvirágok, ami nem szoktak betegek lenni abszolút, azoknak a levele el van halva, és nem, tehát a nádon más vadnövényeken vannak róla fényképeim ugyanúgy. Tehát nem az, hogy egy virágot megtámadott egyfajta betegség, hanem sokféle vadvirágon ugyanaz a betegség, ami nem szokott, tehát meg nem betegszik soha, hogyha leöntik sósabba, akkor se betegszik meg a növény, és most érdekes módon betegek. Na? Azért ez érdekes. Most ez nyilván nem érdekes. Biztos, hogy ezzel van összefüggésben, de hogy azért, hogyha a természet így jelez, hogy olyan típusú növények betegek, amik nem szoktak, azért ott van valamiféle mérgezés nyilván. Ez így van. Na jó van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Benu néni, figyelj. Jó? Figyelek. Nagyon figyelj. Laci. Őrzik a kondát. Igen. Csak halszanak. A régi kutyáid egyike. Igen, igen. Hát vagy ő a gondozó, aki gorilla jel. Igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Aj, de jó, de szeretem. Ennyiből. Hú, még egyszer hallhatnám? Persze. Azaz, azaz. Emlékszel a Schlager Múzeumból? Így van. Hogy kérdezem, magyar vagy külföld? Magyar. Az a baj, hogy nagyon sok zenét is meg, hogy hallgatlak egyfolytában benneteket, de... Mutatunk, hát ezt már nem játsz. Már nem annyira. Mutatunk hosszabb részletet. Tehát régi, tehát régi. Régi, na egy régi zenekarról van szó, igen. Még egyszer, ha hallgassak egy rövid részletet, bocsánat. Na jó, figyelj. Bocsánat. Most lesz koncertjük, de hát már ugye kevesebben élnek sajnos, igen, mint régen. Meg van valami belső feszültség. Hagyj kérek egy hosszabbat. Hosszabbat, jó, figyelj, kivettük a bögrét. Ez is ismétlődik. Nincs meg? Oké, ez már hallottam. Ez igen, ez hallottam. Senki? Semmi? Na mutatjuk, akkor ez lett volna, figyelj. Igen, így magáról nem is tudom. Jó, igen. Hát az Inlay zenekar egyik legnagyobb. Valami igen, nagy zene, csak ebben ezt így nagyon nehéz. Igen. Igen. Hát sajnálom, ez van. Nagyon jó, imádom őket. Igen, ennyire régire nem gondoltam. Igen, Inlay zenekar, így van. Igen. Na mindegy, ez van. Jól van, viszont jól beszélgettünk. Hát, azért beszélgettünk, ez van. Szép napot neked. Neked is, vigyázz magadra.